De én gyorsabban beszélek, mint ti, tehát nektek több lesz. Mindenki a tea forráshoz járuljon, és előadás közben is kiszolgálja magát. Viszont ellentétben a szokásokkal beledumálni nagyon nem szabad, legalábbis blokkosított vitatkozást kér az előadó, ami a létszámban kinten logikus. Majd a megjelölt pontokban, de lehet kérdezni, lesz kérdés, de ha lehet, akkor hagyjuk elmondani a Gyulát, hogy mi az, ami adott információkkal kell dolgozni. Jó, és akkor ezek után más szerintem nincs. Hagyjuk, hogy itt vagy. Na lehet, hogy még jönnek. Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit, és felkérem Dávid Gyulát, relativisztikus dinamika és a rugalmi tömegváltozás előadásának. Tisztelt hallgatóság, nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek. Ez egyben bizonyíték a Newton általános gravitációs törvényének, mert szerint a tömegnek már az említése is tömeget vonz. És mielőtt belevágnék néhány technikai dolog, sajnos a saját időmből elég sok elfogyott, ezért ilyen technikai problémák merülnek föl, hogy időnként le kell ülnöm és így beszélek, ezt ne tekintsek tiszteletlenségnek, ez öregség jele. Másrészt kicsit be vagyok rekedve, nem tudom ez a mikrofon, ez mennyit segít a dolgon. Lehet hallani ott hátul, vagy? Lehet valahol ott is valami? Lehet közelebbre is ülni, vagy ki is lehet hangosít. Igen. Na, ez a blokkosítás ez azt jelenti, hogy az anyag az kb. 5 nagyobb blokkból áll, tehát egy-egy ilyennek a befejezési után mondom, hogy na most egészen másról lesz szó, akkor az addigiekkel kapcsolatban lehet kérdezősködni és vitatkozni, meg lehúrogni. Jó, hát hogy miről is lesz szó? Az elején általában nagyon ismert dolgokat mondok, aztán igyekszem azt egy kicsit másképp mondani. Később már remélhetőleg olyanok hangzanak el, amik már nem annyira ismertek. Ugye, mint tudjuk, Newton fölírta azt, hogy F egyenlő M-szer A. Einstein ezen egy kicsit módosított, és akkor már is egészen más lett belőle. Ugye ez a fizikának a legismertebb törvénye, hogyha megkérdezünk egy laikust, hogy mit csinálnak a fizikusok, akkor ezt írják föl. Hát egyrészt ugye ez így közvetlenül nem igaz, másrészt meg kell vitatni, hogy mit is jelent ez. És hát ez önmagában még csak az eleje, az igazán izgalmas dolgok odébb kezdődnek. Röviden a vázlata a témának, tehát áttekintjük a relativitás elméletnek a dinamikájával kapcsolatos alapvető ismereteket, a nem relativisztikus, illetve relativisztikus jelölésmódban, az ezzel kapcsolatos félreértéseket, és az izgalmas dolgok ott kezdődnek, amikor erőhatás van, és hogy mozognak a testek ennek hatására különböző erőterekben. Az ember előveszi mondjuk a Landaut, van ott néhány, egy fejezet arról, hogy relativisztikus dinamika, elmondja, hogy mi a tömeg, meg az impulzus, energia, ezek közötti összefüggés, a Landau egy kicsit részletesebb, tehát szórásokról, hatáskeresztmetszetről beszél. A következő fejezet az, hogy részecske mozgása elektromágneses erőtérben. Ha az ember megnézi ezzel szemben a klasszikus fizika könyveket, amikor elmondja, hogy tömeg, sebesség, gyorsulás, erő, stb., akkor jön az általános dinamika. És például föl lehet adni a ZH-n olyan feladatot, hogy milyen lenne a bolygók pályája, hogyha a gravitációs erő 1/r^7 lenne. Mindenki ki tudja számítani. Megvannak rá a matematikai módszerek, be kell helyettesíteni. Nem baj, hogy ez nem létezik, mi ki tudjuk számítani. Ellenben a relativitás elmélet könyvekben azt a konkrét szituációt nézik végig, ami ténylegesen előfordul. Ennek ilyen történeti oka van legfőképpen, hogy akkor, amikor felmerültek ezek a furcsaságok, hogy Einstein beszélt zöldségeket az ikrekről, órákról, méterrudakról, meg egyébek, az emberek ezt meg akarták nézni, hogy úgy van-e. Mivel hogy azóta se adott egyik kormány se elég pénzt fotorakéta építésére, tehát közvetlenül még nem lehetett ezt úgy ellenőrizni, hogy beülünk, és akkor az ikreket elküldözgetjük, ezért részecskéket gyorsítottak, azokat viszont elektromos erőtérrel lehet gyorsítani, ezért azt az esetet dolgozták ki részletesen, hogy mi történik a részecskékkel, ha elektromos vagy mágneses mezőbe rakjuk, és akkor jönnek sorba, hogyha párhuzamos, ha merőleges, ha ilyen olyan, hogyha változik, akkor hogy mozognak. És az általános séma a tetszőleges erőtérben való mozgás, az hiányzik. Ennek következtében a legtöbb relativitás elmélet könyvben az ember nem talál olyat, hogy Lagrange mechanika.
relativisztikus Lagrange. Az ember azt gondolná, hogy megtanulta a klasszikus mechanikában, hogy a konkrét erőhatásokra történő mozgásokat úgy tárgyaljuk, hogy beírjuk a Lagrange függvénybe az adott erőtérre vonatkozó törvényeket, aztán levezetjük a mozgásegyenleteket, oldja meg, akinek van számítógépe. De minden esetre egy általános sémába kell behelyettesíteni. Az ember megint megnézi mondjuk a Landaut, akkor elkezd variálni. Jó mélyen belemászik, a Détahónak a lelkivilágát megvariálja, meg egyebek, és amikor ez volt a szabad részecskénél, akkor elérkezik odáig, hogy az elektromágneses erőtérbe, akkor megint visszamegy a Kályához, és onnan elkezd variálni. Miért nem helyettesíti be a Lagrange formalizmusba? Hát mert nincs benne a Lagrange formalizmus. Ez egy hiány, aminek utána fogunk nyomozni, hogy miért nem használják, és hogyha nincs, akkor mit kéne csinálni. Hát nyilván, hogyha nincs, akkor az ember csinál ilyet. A harmadik kérdés, amire a legvégén majd ki fogok térni, hogy a megszöregyenletekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy a megszöregyenletek már 1864-ben relativisztikusak voltak, csak ezt Maxwell nem tudta, mert Einstein még csak 15 évvel később született meg. Ez az időparadoxon egyik formája. Jó, tehát az egyenleteken tartalmilag nem kellett változtatni, amikor megszületett a relativitás, mert csak át kellett jelölni a dolgokat, és akkor ugyanazok az összefüggések állnak fel a mennyiségeket, másképp interpretáljuk a dolgokat, de ha megnézzük, akkor melyik részét kellett megváltoztatni, ahol mechanikával van kapcsolatban, tehát hogy a tömegpont gyorsul egy külső elektromágneses erőtérbe, akkor annak az egyenletnek a mechanikai oldalát meg kell változtatni, de ha elektromos nem. Tehát az elektromágneses egyenletek azok már korábban is relativisztikusak voltak. Lehet-e a mechanikának olyan megfogalmazását adni, ami formára háromdimenziós, tehát olyan, mint a newtoni egyenletek, de mégis tartalmilag megegyezik a relativisztikus esettel, tehát hogyha történetileg ezt meg lett volna hamarabb, akkor később ugyanazt kellett volna elmondani, mint a Maxwellnél, hogy Einstein csak átfogalmazta, és szebbé, kovariánsabbá, szembeszökően kovariánsra tette az egyenleteket. Hát ez lesz majd a vége. És közben részletesen fogok beszélni arról az alapeffektusról, amit itt Budapesten fedeztek fel 1950-ben Novovácki Károly, ez pedig a nyugalmi tömegnek a változása. Na most ezt mindenki összekeveri azzal, hogy relativisztikus tömegnövekedés. Én nem beszélek relativisztikus tömegnövekedésről, mert hogy mondjam, ez szóhasználat kérdése, de én tömegen mindig azt értem, ami a könyvekben nyugalmi tömeg címén szerepel, tehát ez majd lesz részletesen. Tehát az, ami az úgynevezett relativisztikus tömeg, meg változó tömeg, hát az egy rossz jelölés, vagy rossz elnevezés valami másra. Tessék! Halló. Másrészt, majd mutatok olyan szituációt, amikor az úgynevezett változó tömeg állandó, viszont az állandó tömeg változik. Tehát ezért ez a hagyományos elnevezés, ez nem a legszebb. Novovácki kitalált 1950-ben, nem publikálta közvetlenül, egy 53-ban megjelent, egészen máshol szóló cikkében megemlítette. Aztán Marx György és még néhányan a munkatársai közül az 50-es években ezt részletesen kidolgozták. Marxnak a kandidátusi disszertációjának ez volt a címe, egy relativisztikus dinamika, és abban ez volt az egyik alapeffektus, amit Novovácki kiokoskodott. És megmutatta, hogy ebből nagyon fontos és érdekes következmények adódnak, amik a szokásos, elképzelt vagy ismert effektusoktól rettentően eltérő dolgokat adnak. Például, ugye erőgerő csak plafon, például túl lehet lépni a fénysebességet. Természetesen nem lehet túl lépni, de ez kijön az egyenletekből, tehát ezt külön meg fogjuk vitatni, hogy ez most mennyire értelmes dolog, vagy nem értelmes dolog. Hát formálisan kijön, akkor hogy kell ezt érteni. Természetesen, hogyha az ember elkezd nyomozgatni, akkor minden tudományos gondolatnak vannak előzményei, és hát már akkor Marx megtalálta, ha 1911-ben az első ilyen gondolatot, tehát még az Altrel előtt, a Spetzrelnek a kiteljesedésének a korszakában, akkor már volt egy ilyen ötlet, hogy a nyugalmi tömeg valamilyen módon változik. Aztán 21-ben a relativisztikus hidrodinamikával kapcsolatban, és még, majd mondok egy-két példát, ahol ez előfordult, a 30-as, 40-es éveknek a általában angol száz tudományos irodalmában mellékesen megemlítették, hogy hát bizonyos erők esetén ilyen előfordul, és nem foglalkoztak vele részletesen. Majd elmondom azt a tudománytörténeti szituációt, amikor ez hirtelen előbukkant és érdemes, most elmondom. Ugye mindenki tudja, hogy kvantummechanikának milyen a sztoria. Először a
Schrödinger először a relativisztikus hullámegyenletet írta föl, azt egészítette ki a elektrostatikus potenciállal, és abból nem jött ki a hidrogénatomnak a színképe. Akkor mondta neki valaki, hogy miért nem próbálod meg nem relativisztikusan. Ez olyan, mintha azt mondta volna, hogy próbáld meg varázsigékkel, vagy háromszor kelet felé köpve. Hát amikor a relativitás ember diadala idején az embernek életként mondani, hogy csinál nem relativisztikus, akkor mindenki szégyelte magát. Schrödinger megpróbálta, és azzal viszont rendesen kiért a hidrogénatom spektrumba. Most már utólag tudjuk, hogy az volt a különbség, hogy az elektronnak spinje van. Hogyha a pion, negatív pion keringett volna az elektron körül, akkor Schrödinger egyből vele talál, és akkor a Klein-Gordon egyenletet hívnánk a Schrödinger egyenletnek. Na minden esetre, tehát a kvantummechanika maga eredetiében nem relativisztikus módon született meg, rögtön megpróbálkoztak először a Schrödinger a Klein-Gordon azt írta föl, ezért hívják Klein-Gordonnak. De amúgy egyébként Kudar János írta föl először. Szóval, na mindegy. Mindig az utolsó felfedező. Igen, csak hogy a sok Klein és a sok Gordon közül ez melyik, ezt nehéz telíteni. Na minden esetre azonnal megpróbálkoztak a relativitás elméletnek és a kvantummechanikának a házasításával, ugye ez Diracnak sikerült 29-ben. A másik irány pedig az volt, hogy a részecskékről, tehát a mechanikáról, a kvantum elméletet, a kvantum térelméletet, mezőelmélet irányába átvigyék. Nem relativisztikus kvantummechanikából hamarosan lett nem relativisztikus kvantumelektrodinamika, viszonylag egyszerűen. Utána akkor mindenki próbálkozott relativisztikus kvantumelektrodinamikával, és itt ütköztek bele mindenféle olyan technikai nehézségekbe, amelyek jelentős része jelenleg is fennáll, renormálás meg egyebek. És miközben a fizikusok ezen dolgoztak, kitört a háború, és mindenkit elvittek atombombát csinálni. Ugye egymással párhuzamosan dolgoztak az amerikai, német meg japán tudósok az atombombán, és ezért a háború után még sokáig abszolút hadititok volt, ami atommal kezdődik, és ezért nem engedték őket össze. Valamikor 48-49-ben volt az első olyan konferencia, ahol már különböző országokból származó tudósok találkozhattak, és elmondták, hogy ki mit számolt, mert ugye utólag megírták az emlékirataikba, hogy nappal atombombát csináltak, éjjel meg továbbfejlesztették a relativisztikus kvantumelektrodinamikát. És akkor például Tomonaga elmesélte a hosszú-hosszú számításainak az eredményét, Feynman fölment a szobájába, másnap reggel lejött és azt mondta, hogy stimmel. Mert hogy ő meg kitalálta a Feynman diagramokat, amivel marha gyorsan ki lehet találni, hogy a 60 ezer integrál közül melyik kettőt kell kiszámítani. Szóval stb. Hirtelen akkor megpesdült az élet, és azonnal néhány éven belül meglett a kvantumelektrodinamika relativisztikusan, csodálatosan, 15 év múlva ki is adták ért a Nobel-díjakat. Na de közben, mi történt? Közben, hogy a fizikusok megismerkedtek az atommaggal, és rájöttek, hogy ott másfajta erők, másfajta kölcsönhatások uralkodnak, mint az elektronhéjban, nevezetesen a magerők, amire annak idején a modell az volt, hogy valami skalármező közvetítés, annak lenne a kvantumja, ma a pion. Hát mi a következő lépés? Természetesen ennek meg kell csinálni a megfelelő részecskefizikai, tehát másodkvantált elméletét. Próbálták a kvantum elektrodinamikának a mintájára megcsinálni, és nagyon nem akart stimmel sikerülni. Ugye a kvantum elektrodinamikában van az a nevezetes paraméter, a finom szerkezeti áram, az 1 per 137, és ennek a hatványai szerint haladó sorban számolnak ki mindent. Mondjuk így is diverges, de idejében abba kell hagyni, akkor nem divergál. Míg ugyanez a paraméter a magfizikának az akkori állása szerint 10 volt. Tehát a 10-nek a hatványa is szerint haladó sor az, hogy mondjam, az még a legoptimistább fizikus szerint sem adja meg a helyes eredményeket az első néhány közelítésben. Szóval nagy katasztrófának tűnt akkor a magfizika meg a részecskefizikának az elméleti tárgyalása, közben egyre újabb részecskéket találtak, és ekkor jutott eszébe 48-ban Dirac javasolta azt, hogy hát miért számolunk kvantumosan? Az elektrodinamika, a kvantum elektrodinamikának volt korábban egy nem kvantumos erődelmélete, és milyen szép sikeres volt, lehet bele rádiót csinálni, meg egyebek, hát akkor próbáljuk meg megcsinálni, úgy mondta, a mezodinamikát. Ugye a mezonok közvetítik a magerőket, akkor a majdani elmélet lenne a kvantum mezodinamika, ami azt mondjuk, hogy az erős kölcsönhatás elmélete, és akkor csináljunk egy nem kvantumos mezodinamikát. És többen neki láttak ennek 48-49 környéken, és ebbe szállt be Budapesten a Novovácki iskola is. És
Blavatsky azt tette hozzá, rendben van, kvantumosan közelítünk, tehát nem használjuk a kvantumelméletet, de legyünk relativisztikusan exaktak, mert hogy a egymás közelében mozgó részecskék azok jelentős sebességgel mennek. Hát ha már az első Bohr pályán az elektron, mindenki tudja, hogy mekkora sebességgel megy az elektron az első Bohr pályán a fénysebességhez képest? 1/137 természetesen. Tehát mindesetre az is már összemérhető a fénysebességgel, hát akkor a magban bizonyára még durvább mozgások vannak. Nézzük meg relativisztikusan. Hát mit kell csinálni? Az ember felnyálazza a relativitás elmélet könyveket, és megkeresi, hogy a nem elektrodinamikai erők hatására milyen, hogy kell fölírni a relativisztikus mozgásegyereteket. Ezek a fejezetek hiányoznak a relativisztikus könyvekből. Mit kell csinálni? Utána számolunk. Utána számoltak, és ennek kapcsán fedezte fel Blavatsky azt, ami erről itt majd részletesen fogunk beszélni. Most miért nincs ez benne azóta minden könyvben? Hát ez a részben az akkori politikai helyzetnek köszönhető. Ők itt leírták, akta fizika Hungarikában milyen nyelveken, németül, oroszul. Kiolvasta. Volt egy leningrádi csoport, aki idézte őket és hivatkozott rájuk, meg egy krakkói. És így egymással jól megvoltak, vasfüggöny Hobbes tüntette, az információ nem ment át nyugatra. Közben odakint ment tovább a fizika, és 1964-ben a kvantum mezőelmélet keretein belül Higgs felírta azt, amiért mostanában Nobel-díjat kapott. Ő sok mindent csinál, de abból az egyik ötlet az volt, hogy a skalármező okozza a részecskéknek a tömegét. Ugye most állandóan, amikor felfedezték a Higgs bozont, akkor rengetegen feltettek mindenféle fórumokon ilyen kérdéseket, hogy miért kell a részecskéknek tömeget csinálni, nincs nekik maguktól. És akkor a Higgs bozonnak ki csinálja ő magától, azt is mondják, hogy annak is van tömege, stb. Szóval egy csomó furcsa kérdés merült fel ezzel kapcsolatban. Na hát, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez valahol a kvantumtérelméletnek, kvantummezőelméletnek a mély rétegeiben levő, nagyon bonyolult kvantumos kérdés, és hát a közember meg se értheti. Nagyon kevesen tudják, hogy ehhez nem kell kvantummezőelmélet, ez egy sima, nem is általános, hanem speciális relativisztikus effektus. Azok a képletek, amiket ezzel kapcsolatban Higgs felírt, azok ott voltak Blavatskynek a papírján és a tábláján 1950-ben. Persze Higgs megérdemelte a Nobel-díjat, nem azt akarom mondani, nem, ő nagyon sok minden mást is csinált ezzel kapcsolatban a mezőelméleten belül, de maga ez az alapgondolat, hogy a skalármező beleszól a részecskéknek a nyugalmi tömegében, és ez nem azonos az úgynevezett relativisztikus tömegnövekedés effektusával, ez megvolt már korábban és Budapesten. Most mióta mindenkinek marha büszkének kell lenni, hogy magyar, hát akkor így meg olyan dolog, amire lehetne büszke, de hát ezt nem tudja senki. Én évente elmondom. Azt tervezték, ugye közben kidolgozták részletesen, ugye Pista felmutatta Blavatskynek a relativitás elmélet című könyvét. Ez három kiadásban jelent meg. Az első kiadásban még Blavatsky is a régi álláspontot képviselte. A második kiadásban már voltak utalások arra, hogy itt ott nem olyan számásokon. Én találkoztam azzal a példánnyal, amiben ő személyesen írogatta bele azt, hogy hol kell változtatni. És ekközben a Marx kidolgozta a további részleteket, és az volt a terv, hogy a 50-es évek végén, vagy 60-es évek elején megjelenő új kiadásban majd azzal együtt lesz meg. Hát akkor, mint tudjuk, a Marx 56-ban elmeszelte magát, és akkor nem nagyon örültek annak, hogy ő itt ilyeneket publikál, és ezt leállították, abba hagyták. Annyira leállították, hogy amikor ő nekünk erről beszélt, ő sem említette, csak ilyen kis enyhe célzásokat mondott róla. Tehát én utólag, amikor már ismertem ezeket a munkáit, akkor rájöttem, hogy miket említett nekünk ugye az előadás végén, hogy hoppá, hogy mellékesen. Szóval ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ez nem terjedt el, és később viszont már nem volt értelme ezt így terjeszteni, hiszen akkor már mindenki tudta a Higgs-től. Na most a Blavatsky nem pontosan ugyanazt csinálta, mint a Higgs, egyrészt mert nem a kvantumtérelmélet, másrészt Higgs egy konkrét kölcsönhatás esetén, tehát skalármezőn, négyes skalármezőben mozgó részecskékre írta fel, hogy mi a helyzet. A Blavatsky effektus sokkal általánosabb, tehát tetszőleges erőtérben mozgó részecskének a nyugalmi tömegével foglalkozódunk. Mondom, utólag, ha az ember nyomozgat, néhány amerikai tudósnak az elszórt lábjegyzetében meg itt-ott meg lehet találni, de nem volt semmiféle részletes kidolgozása és alkalmazása. Jó, hát hogyha az ember utána gondol, akkor ez nagyon izgalmas, és az is kiderül majd, remélhetőleg még mai teste kiderül, hogy ha a Lagrange formalizmussal dolgozik az ember, akkor az egész szinte automatikus.
Na hát akkor vágjunk bele, hogy mit is tud az ember, és mit nem tud, és mit szabad relativitás elméletben tudni. Először is mindenki hallotta azt, hogy ha van egy részecske, ami v-sebességgel mozog, akkor az impulzusa az ilyen formában írható föl, itt van egy v-négyzet, másik képet pedig, hogy az energiája mc négyzet per gyök, 1 minusz v-négyzet per c négyzet. Honnan vesszük ezeket a képleteket? Einstein mindenféle gondolatkísérletek alapján jutott erre, mert precíz fizikusok tudják, hogy hogy kell ehhez eljutni. Itt ül a két témavezetője Balázs Marcinak, aki 1999-ben részletesen kiszámolta a matolcsizmus alapján, hogy lehet a szabad részecskének a Lagrange függvényét levezetni, részben a klasszikus fizikában, részben pedig a relativitás elméletben. Ugye, mi a szabad részecske, amire nem hat külső erőtér, mindenki tudja, hogy mit csinál, egyenes vonal, egyenletes mozgást végez. De hát hogy kell fölírni, mi a Lagrange függvénye, mindenki tudja, hogy mv négyzet per 2. Az ember belenéz a Landauba, az egyes kötetben, ott van, meg lehet nézni, hogy mit mond Landau, inkább nem ismétlen, mert akkor a Tamás megint szívbajt kap, mint annak idején, amikor fordította a tankönyvet. Hát minden esetre a Landau nagyokat hazudik. Vezetésükkel Balázs Marci ezt részletesen kiszámolta, be kell vetni a teljes galilei csoportot, tehát ugye olyan objektum a szabad részecske, amelynek az összes állapota egyetlen orbitot képvisel a szimmetria csoporttal kapcsolatban, be kell vetni az összes szimmetria transformációt, eltolásokat, elforgatásokat, busztokat és időbeli eltolásokat, és ezek együtt megkövetelik, hogy ha ezek a transformációk galilei csoporttal állnak össze, akkor mv nézet per 2 alakul egyen a Lagrange, ha pedig a másik a Poincaré csoport állnak össze, az egyetlen lehetséges hatás integrál, konstantszor integrál d tau, ahol tau a saját idő. A konstant történeti jogból mínusz mc négyzettel jelöljük azért, hogy éppen energiadimenzió legyen a hatás integrál. Még egyszer, ezek a képletek kijönnek azzal a trükkel, ez viszont szépen benne van a Landauban, azt mondja az ember, hogy akkor a hatás integrál az mínusz konstans mc négyzet, ez csak úgy azért, hogy a dimenzió rendben legyen, integrál d tau. Ha ezt én átírom úgy, hogy mivel hogy a hatás integrál relativisztikusan skalár, akármilyen koordinátorrendszerbe föl lehet írni, hát akkor az ember megteheti, hogy beül egy konkrét megfigyelőnek a koordinátorrendszerébe, abba viszont ezt úgy írhatja, hogy integrál mc négyzet gyök 1 mínusz v négyzet per c négyzet annak a rendszernek a rendszerideje, és ezt tekinti egy v-től függő Lagrange függvénynek, r-től és t-től nem függ, és ebből a szokásos módon d Lagrange per dv egyenlő az impulzus, ezen az alapon megkapja ezt. Másrészt, hogyha a Beltrami tételt használjuk, akkor azt mondjuk, hogy a p szer v mínusz Lagrange az az energiának a kifejezése, és kijön ez szabad részecskére. Na most ezekkel képletekkel kapcsolatban szokták azt mondani, hogyha a részecske megközelíti a fénysebességet, akkor itt a nevező egyre kisebb lesz, az energia egyre nagyobb, végtelen sok energiát kéne befektetnünk. Egy frászt. Ebből nem következik semmi arra, hogy mi történik a részecskék gyorsításakor. Ugyanis ez az állandó sebességgel mozgó részecskék leírása. Szabad részecske az állandó sebességgel mozog. Ugye ennek a megfelelő Euler-Lagrange egyenletnek a megoldása az, hogy az impulzus deriváltja nulla, tehát az impulzus állandó, tehát a sebesség állandó. Ebből abszolút nem következik, hogy mi történik akkor, hogyha a részecske gyorsul. Hát akkor egy másik Lagrange függvényt kéne fölírni. A külső erőterekkel való kölcsönhatáshoz tartozott. Az sem biztos ezen a szinten, hogy igaz az, hogy ugyanezek a képletek leírják a erőterekkel kölcsönhatásban levő részecskéknek a tömege, vagy az impulzusát, meg az energiáját. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, de ezen a szinten nem lehet belőle semmiféle következtetést levonni. Másrészt mit szoktak mondani? Hát most jön az, ami a laikusoknál az oltári nagy félreértéseket okozza. Nemrég olvastam egy orosz tudósnak a hosszú cikkecskét arról, hogy miféle
pestis, vagy nem tudom, micsodát okozott az, hogy valaki egyszer elnevezte ezt az izét, mindjárt mondhatom, relativisztikus tömegnek, és ez a laikusoknak a százában, meg generációiban oltani nagy agymenést okoz. Ugyanis ezt mindenki megszokta a klasszikus fizikában, hogy az impulzus az a tömegszer a sebesség, ezért azt mondják, hogy ez egy M-szervé, és ezennel bevezetik ezt a sebességfüggő tömeget, és utána fölismerik, hogy ugyanez van itt, és azt úgy lehet írni, hogy M-szer C négyzet. Hogy is mondjuk? Nevezzük el az E per C négyzet mennyiséget nagy M-nek, utána szorozzuk át ezt a definíciós képet C négyzettel, írjuk fel a pólónkra, hogy E egyenlő M C négyzet, és menjünk villogni a bölcsészványokhoz, hogy mi milyen okosak vagyunk. Egy definíciónak az átrendezése az nem fizika. Mi ez a mennyiség? Hát ez az energia. Mi ennek a két képletnek a közvetlen következménye? Ugye a szerepel benne három mennyiség, van benne P meg E, M és V. Ha kiküszöbölöm a sebességet, akkor azt az összefüggést kapom, amit mindenki ismer, hogy E négyzet egyenlő C négyzet, P négyzet meg M négyzet C a negyediken. Ez az egyik összefüggés. A másik viszont, hogyha kiküszöbölöm az M betűt, egyszerűen el kell osztani egyiket a másikkal, P vektor per A. E egyenlő, mi marad a másik oldalon, V per C négyzet, tehát az impulzus az E per C négyzet szer a V. Ez a képlet valóban következménye a felírt képleteknek. Tehát mondhatjuk azt, hogy a relativitás elméletben is az impulzus arányos a sebességgel, ugyanabban az irányban mutat. Szabad részecskére, hogy később mi van, azt meg kell gondolni. Arányosan. De az arányosan kitényező az nem a tömeg, hanem az energia. Kész. Ezért, ha ezt a mennyiséget én elnevezem nagy M-nek, azon nem mondtam semmit, új nevet adtam az energiának, és fogalmi katyfasz vezettem be, mert tömegnek neveztem el azt, ami nem tömeg, és így tovább. De. Tehát ez az, amit ugye relativisztikus tömegnek hívnak, ezt mindenkinek joga van, nevezhetni hőmérsékletnek is, hogy még nagyobb katyfasz legyen, és akkor a jelenlévő termodinamikusok is örüljenek, de közönséges hőmérséklet. Na, szóval minden esetre annak nevezzük, aminek akarjuk, de hogyha ugyanazt a mennyiséget két névvel látunk, illetve két mennyiséget nevezünk el ugyanúgy, tömegnek és mindenféle jelzőkkel különböztetjük meg, hát ez nem a legjobb útja a megértésnek. Tehát ez minden esetre igaz, tessék ezt a későbbiek szempontjában megjegyezni, mert majd a legvégén érdekes alkalmazásai lesznek. Gyula, bocsánat, tovább szabad kérdezni, de írt az Einstein olyan cikket, aminek az a címe, hogy függ a testek tehetetlenség energia tartalmára. Így van. Nem egészen erről szól. De azt mondja, hogy ha E energiája van, akkor az tehetetlenséget okoz. Nem ezt mondja Einstein? Természetesen, erről lesz szó, nyugi. Az energia tehetetlenségér képlete az így szól, TKR egyenlő TLK, tehát az energiaimpulzus tenzor szimmetrikus, ezért az energiaimpulzus tenzornak a T0 alfa komponense, ami az energiaáram, és a T alfa 0 komponense, ami az impulzus sűrűség, arányos egymással is az arányos segítényező C négyzet, ez fejezi ki az energia tehetetlenségét. Jó? Természetesen azt a hibát, hogy bevezetjük ezt a legnagyobbak is elkövethetik, Einstein is. Einstein sokat foglalkozott azzal, hogy népszerűsítse a tudományos eredményeit, és egyszerűsítette, és később írt olyanokat, és ezt nem kellett volna mondanom, mert ezt sokan félreértették. Szóval, hogy mondjam, ne hivatkozunk tekintélyelvekre. Einstein-t nagyon szeretjük, tiszteljük, de attól még bunkónak nem kell használni. Nem tekinti, hanem ők az, hogy hibás. Feynman az explicite azt írja ebbe a könyvében, igen? Hogy egyszerűen az M helyére írjuk be ezt a képletet, és akkor minden relativisztikus lesz. Ennyi a relativitás, mert ezt írja. Ezt írja. Ő is elkövethet olyan jellegű hibákat, természetesen. Feynman, ne felejtsd el, Feynman ezt első évesőtől, hogy mondjam, a mi nyelvünkön feledik éves fizikusok számára tartotta az előadást. Tessék? Még jobb. Jó, tehát olyanoknak, akiknek nem is volt később, talán emlékeztek arra, hogy a Feynmannak az hatodik kötetében az elektronikus közepén hirtelen abba hagyja,
és elmondja a Lagrange függvényt, a variációs elvet, már nem bírja magába tartani, és elmeséli, hogy amikor ő egyetemista volt, akkor az ő professzora látta, hogy ő nagyon érdeklődik, ezért kihívta a folyosóra, és megsúgta neki a Lagrange formalizmust, a variációs elveket. Azt nem tanulták, ő se tanítja, tehát, vagy ott valahol elmagyarázza. Szerénységből nem említi meg, hogy ő magyarázta meg a kvantumelmélet alapján, hogy miért érjenek a variációs elvek a mechanikában. Mindenesetre látszik, hogy olyan szinten magyarázza, ahol még ez sincs benne. Tehát akkor nyilván nem fog itt bonyolultabb dolgokat fölírni. Szóval még egyszer, ne hivatkozunk tekintélyekre. Azért akarok mindent részletesen leírni képletekkel, hogy mindennek utána lehessen számolni. Minden, amire le van írva, annak bárki két sorban utána számolhat és elfogadhatja. Az interpretáción természetesen lehet vitatkozni, az, hogy igaz-e az egyenlőség, vagy nem, az valószínűleg. Jó, tehát, hogy ezt elfogadjuk. Na most akkor mi a következő lépés? Hát nyilván a egyenes vonal egyenletes mozgás ebből kijött. Annak idején, amikor a Balázs Marcinak a TDK dolgozatát bíráltam, akkor ott a OTDK ülésen az egyik zsűritag azt mondta, hogy hát ő nem is gondolta, hogy egy egyenes vonalú egyenletes mozgásról lehet egy 45 oldalas dolgozatot írni. És az ilyen érdekes. Jó, tehát abban tényleg nincs más, mint a szabad részecske mozgása, szép, precíz matematikával elmagyarázva. Hát azért most próbáljuk egy kicsit gyorsítani a részecskét. És akkor az ember rögtön belebotlik a következőbe, hogy a klasszikus fizikában van egy csomó képlet, F egyenlő M szer A, a F egyenlő D per DT a P-nek, P egyenlő M szer V, stb. Stb. Még a teljesítmény az F szer V, meg ehhez hasonló képletek, ez vektor, az vektor, csomó ilyen képet van, és az emberek ezeket jól megtanulták, és azt gondolják, hogy ezek némelyike, vagy ezek mindegyike érvényes a relativitás elméletben. Na és ott az alapvető probléma, hogy ezeket nem lehet egyszerre érvényesnek tekinteni a relativitás elméletben, mert ütik egymást. Melyik az, amiket legjobban belevertek az ember fejébe? Ez. És ez az, ami a legkevésbé érvényes a relativitás elméletben, és ebből adódik egy csomó hiba. A jelenleg megjelent, mostanában sokféle kapható relativitás elmélet könyvekben is található egy csomó erre hivatkozó. Tehát ki sem mondják, mert annyira automatikusnak tekintik, majd mindjárt mondom, amikor oda fogunk érni. Csináljunk most egy olyan egyszerű számolást, tehát amit most mondok, az nem igaz, ez egy feltevés. Tegyük föl, hogy fogadjuk el Newtontól ezt a képletet, amit ő eredetileg felírt, és csináljuk azt a különbséget, hogy megint mi a hipotézis, hogy az a bizonyos impulzusos képlet az érvényes akkor is, amikor a részecske gyorsul. Jó? Tehát ezt a sebességet, ami ide van írva, ezt időben változónak tekintjük. Jó? És ott akkor ezt akarom betenni. Tehát van egy külső erő, és akkor az lesz a képletem, hogy F egyenlő D per DT az impulzusnak, hármas jelölésben vagyunk végig, D per DT-je M szer V per gyöknek, és az ember az M-et kiemeli, mert mint tudjuk, az ott konstans. Na hát ez itt egy hibuci, hogy ez mozgás közben is konstans, de az ember azt gondolja, hogy konstans, kiemeli M szer D per DT-je a V per gyöknek, és lederiváljuk, és használjuk ki az A egyenlő D per DT V jelölést, és akkor a következő csoda képlet jön ki, hogy m per gyökször, gyök az mindig a gyök 1 mínusz v négyzet per c négyzet, és itt akkor mindenféle olyan, ugye lesz, ennek a deriváltja az a gyorsulás, és utána itt is még szerepelt a sebesség, és azt is kell deriválgatni. És akkor mindenféle további átalakítások jönnek, és akkor az jön ki, hogy ezt úgy lehet írni, hogy mínusz v szer a per c négyzet mínusz v négyzet, ez a képlet. Tessék lederiválni. Jó, ugye itt közben a sebesség abszolút értékét kell deriválni, az ember azt használja, hogy d per dt-je sebesség abszolút értékének az v szer a per v abszolút érték. Jó, ez jön ki. Most ezt át lehet alakítani a következő módon, m per gyök 1 mínusz v négyzet per c négyzet szer, itt egy egységmátrix van, mínusz v kör v, diadikus szorzat per c négyzet mínusz v négyzet szer az a. Ennek a képletnek egy, hogy mondjam, erősen átmatematizált verzióját látom a Tamásnak a téridő könyvében. Csak ott nagyon sok szót kell hozzá mondani, hogy ez a, bocsánat,
nem tudtam mindegyiket megjegyezni. Ha az ember hagyományos módon ránéz, azt mondja, hogy az erő egyenlő valamiszer a gyorsulás, ez egy tömegmátrix, ami a sebességtől függ. Jó? Tehát így is lehet mondani. Ha elfogadtam azt, hogy az impulzusnak a időderiváltja az az erő tényleg arányos a sebességgel, lineárisan függ tőle, de az arányosság tényező egy mátrix. Ezért ennek a leglényegesebb állítása az, hogy nem ugyanolyan irányú az erő, mint a gyorsulás. Erre húzzák, arra gyorsul. Itt a következő lépés. Hát szeretném kifejezni ebből a gyorsulást. Invertálni kell ezt a mátrixot. Hál' Istennek, most már eléggé be vannak idomítva az elsős fizikusok, hogy tudják, hogy hogy kell projektor felbontással egy mátrixot invertálni. Ugye hát azt kell csinálni, hogy felveszem a V-t, mint egy V abszolút érték szer egy egységvektor, és akkor ez projektor felbontással invertálható, tessék kipróbálni, hogy ennek a mátrixnak az inverze úgy néz ki, hogy gyök 1 mínusz V négyzet per C négyzet per kisem szer az egység mátrix, bocsánat, itt lehet, hogy plusz van, elnézést, plusz, itt plusz van. Itt van egy mínusz V kör V per C négyzet, ez az inverz mátrix. Jó. Ha most akkor behelyettesítem, azt kapom, hogy akkor a gyorsulás egyenlő az M mátrix inverze szer az erő, azaz át lehet, a kisemmel át lehet szólni, de nagyon Newton-szerű egyenletet akarok felírni, az akkor gyök 1 mínusz V négyzet per C négyzet szer, egység mátrix mínusz V kör V per C négyzet szer az erő, ha behelyettesítem, akkor gyökször erő mínusz a sebesség szorozva a V szer F per C négyzettel. Ez itt egy vektor. Tehát, hogyha megy a részecske erre felé, van neki egy ilyen V sebessége, és hat rá egy ilyen irányú erő, az erőt föl kell bontani, ugye a projektor felbontással a sebességgel párhuzamos meg arra merőleges komponensre, és az arra merőleges komponenst meg kell szorozni egy mínusz V négyzet per C négyzet, tehát azonban el kell belőle venni ennyit, és utána még az egészet egy kicsit össze kell húzni. Ezt fogalmazta valaki úgy, hogy az erőt elfújta az éterszél. Egy kicsit így behúzta, és a hidegtől még össze is ment. Ez duma, de a képlet az helyes. Csak annyit tettem föl, hogy érvényes ez az összefüggés, és a P helyébe betettem ezt, onnan már csak számolás. Na most az éterszél elfújja az azért nem jó, mert hogyha erre mutatna az erő, miközben arra megy a sebesség, akkor sem erre fog változni, hanem erre fog változni. Jó? A tenzor volt, amiatt ilyenre fogja behúzni. Na most az ember olvas ilyeneket a könyvbe, hogy transzverzális tömeg, meg longitudinális tömeg, ez benne van a Novogratzkiból, benne van a Landauban, itt ott, ott, mi a csoda lehet az. Hát, hogyha éppen arra fele húz az erő, amerre a részecske megy, akkor az jön ki, hogy M per gyök a köbön ször A egyenlő F-fel. Ha meg, ez akkor van, amikor az F párhuzamos a sebességgel, ha meg merőleges, akkor ez egyenlő, akkor itt csak egy gyök van, ez az merőleges. Tehát a longitudinális meg M per gyök köb, a transzverzális meg M per gyök, és a könyvek elfelejtik megkérdezni, hogyha Schrehen húzza az erő a sebességhez képest. Tehát mi van? Akkor van a tömegmátrix. És itt véletlenül a két esetben egyforma irányú van? Hogy véletlenül? Mi egyforma? Hát azt mondják, ha éppen olyan erő... Igen, ez a két. Na vajon miért? Mert ez a két érték ennek a tömegmátrixnak a két saját értéke. És milyen a spektrum, milyen a sajátvektor, az egyik az a sebességgel párhuzamos, a másik pedig az arra merőleges altér, és a sebességgel párhuzamos irányban ez a saját érték az arra merőleges altérben. Meg ez akkor pedig nem egy irányú. Akkor nem egy irányú. Hát az, ez sima ilyen relatív. Nem, ez egy köszönséges mátrix számítás, a mátrixot azért vezették be, annak idején, amikor a felületi normális és a ráható erő között volt egy kapcsolat, lineáris kapcsolat, ám de nem voltak párhuzamosok, akkor találták ki a tenzorokat. Ennyi történt. Ezt a képletet, mert hogy a sebességtől itt is függ, meg itt is függ. Ennyi volt. Jó? Tehát ekkor fellép egy tömegmátrix,
az a duma, ami a könyvben van, hogy longitudinális meg transzverzális sebesség, az semmi, bocsánat, de meg, az semmi más, mint ennek a matrixnak a saját értékei, és az általános tapasztalat nem az, hogy külön ilyenek vannak meg olyanok, hanem hogy az erő nem párhuzamos a gyorsulással. Na de nem biztos, hogy ez igaz, amit én most mondtam. Mert rendes ember variációs elvből indul ki. Na és ugye most még nem volt relativisztikus jelölésmód. Tehát ez az egész csak azt a, emlékeztek, hogy hogy volt az eleje, hogy a egyszer írtam egy relativisztikus képet, amikor azt mondtam, hogy a hatás az integrálja a D-tau-nak. Utána visszafordultunk háromdimenziós jelölésmódra, és abból lett minden. Na akkor most megint egy olyan idézek fel, amit az ember megtanult. Relativisztikusan akkor érdemes bevezetni a DXK4-es vektorokat. Ugye most azt a metrikát használom, hogy 1-1-1-1, és ez a GKE tenzor, numerikusan ugyanez az inverze is, tehát bevezetjük a 4-es vektorokat, CT-t, XY-Z-t, és akkor azt mondjuk, hogy az UK, az a DXK per D tau. Ugye a saját, a ívelem négyzet az a GKL-szer DXK DXL, és hogyha időszerű elmozdulásról van szó, akkor a D tau az az 1 per C-szer DS. Ennek következtében az a GKL-szer UKUL az C négyzet. A Landau itt másképp normálja ide DS-t ír, és ő egyre normálja a vektorokat, hát én C-re normálom, hogy legyen a sebességnek sebességdimenziója csak. Tehát a sebesség, négyes sebesség az egy ilyen mennyiség. Na most, ha ezeket ide bevezetjük, akkor kiderül, hogyha meg lehet csinálni az E per C és a P vektorból ezt a négyes vektort, akkor ugye ide még osztunk egy C-vel, az MC per gyök és MV per gyök, elnézést, azt kell csinálni, ennek az U-nak írja az ember a komponenseit, ez a C per gyök és a V per gyökből áll, és azt mondjuk, hogy ez nem más, mint az M-szer az UK. Hát akkor ezt elnevezzük PK 4-es vektornak. Ő a 4-es impulzus vektor. És akkor relativisztikus jelölésmódban előállt a szokásos dolog, hogy az impulzus az a tömegszer a miért tömeg? Mert emmel jelöltem. Nem mondta még senki, hogy tömeg. Egy részecskéről van szó, tömeg akkor derül, amikor elkezdenek ütközni meg. Több részecske impulzus cserél. Mindesetre a tömegszer a sebesség jellegű képlet itt előállt. Ezek után az ember kiszámítja a PKPK-t, és arra az jön ki emiatt, hogy a U az C-re van, normálva M négyzet, C négyzet. A C egyenlő egyenségrendszerben dolgoznánk, akkor azt mondanám, hogy annak a M konstansnak, amit oda beleírtam, az S egyenlő mínusz MC négyzet integrál D-tauba, ennek az az értelme, hogy a 4-es impulzus abszolút értéke. Természetesen, hogy a 4-es impulzus időszerű vektor, mert egy időszerű világvonalon nem mozduló részecskére értelmeztük, aminek a D-tauja az egy valós mennyiség, ezért akkor itt minden valós a számításokban. Tehát akkor van egy 4-es impulzus. Ezt szokás nyugalmi tömegnek hívni, arra hivatkozva, hogyha itt beírjuk a V egyenlő nullát, akkor megkapjuk a E egyenlő ezt az MC négyzetet. Ezt lehet nyugalmi tömegnek, vagy nyugalmi energiának, meg akárminek nevezzük. Amiről az előbb beszéltem, hogy félrevezető, az mozgás közben az a bizonyos nagy M, hogy a M per gyököt nevezzük tömegnek, az az energia. Tehát ezt lehet nevezni nyugalmi tömegnek, de mivel másféle tömegről nem fogok beszélni, ezért ő a tömeg. Tömeg, a 4-es impulzus abszolút értéke, ezt kérdezte a Pista délután, hogy mit nevezek tömegnek. Most ünnepélyesen kijelentem, hogy a 4-es impulzus abszolút értéke, osztva C-vel. Jó? Na most akkor a következő lépés az, hogy változik ez. Hát a fene tudja, még mindig nincs dinamikánk. Megint az ember ilyen próba fúrásokat végez, fogadjunk el bizonyos típusú hipotéziseket a klasszikus fizika analógiájára. Aztán hát, ha összejön. Ez nagyon rossz taktika. Annak idején, amikor Einstein a Spezrelről áttért az Altrelre, az ugye 10 évig tartott, 1908-ban már leírta az Altrelnek a filozófiai alapgondolatait. És utána viszonylag hamar megismerkedett a hozzávaló matematikával, ugye a rendes fizikusnak mindig van egy Budapestről származó matematikus barátja, és megkérdezi,
Nem, ezt Marcel Grossman csinálta. A feleségére most nem térünk ki, az a Lukács Bélának az ügye. Na most minden esetre Marcel Grossmantól megkérdezte, hogy van-e a matematikában olyan eszköz, ami elmondta ezeknek a fizikai gondolatoknak a megfogalmazására alkalmas. Igen, van, és akkor kiderült, hogy a Riemann geometria, a Riemann pontosan azzal bocsátott útjára, hát ha egyszer egy fizikusnak szüksége lesz a valódi fizikai tér leírására erre a matematikára, hát tévedett, mert nem a tér, hanem a téridő leírására volt szüksége. A lényeg az, hogy ezt akkor Einstein ezzel kezdett foglalkozni, 10 évig vacakolt itt a továbbhaladással. És egyebek között az okozta a problémát, hogy analógiásan dolgozott ő is, és van egy nagyon érdekes könyv, nem tudom ki mennyire ismeri, Wisgennek a modern gravitáció elmélet születése. Ez részletesen leírja egyrészt a Sprengel előtti gravitáció elméleteket, másrészt a Sprengel és az Altair közötti elméleteket. Ugye azt szokták nekünk tanítani, hogy a Sprengel az akkor is megszületett volna, ha Einstein elüti a villamos, mert annyira benne volt a levegőben, hogy valakinek csak eszébe jutott volna. Míg az Altairt egyértelműen Einsteinnek a makacságának köszönhetjük, aki ment tovább. A gravitáció nem volt forró téma, olyan pici különbségek vannak, hogy senki nem vette észre, stb. Szóval külön keresni kellett utónak, hogy lehet bebizonyítani azokat a pici kis hibákat. Tehát a Wisgen azt hiszem 42 különböző, vagy 43 különböző elméletet mutat be arról, hogy miféle ötletek bukkantak fel mondjuk 1870-től 1920-ig a gravitációnak a különböző leírására. Például olyanok, hogy a pozitív és negatív töltéseknek a nem egyforma az elektromos hatása, és akkor emiatt föllép valami pici különbség, ami 1/R-négyzetes, a 42. tizedes egyben, és pont az a gravitáció, stb. Szóval ilyen ötletek voltak, és természetesen a Sprengel meg az Altair között is rengetegen nekiálltak, majd egy elméletet mutatok, ami ide tartozik, rengetegen nekiálltak az ilyen relativisztikus gravitáció elméletek készítésének. És mindenki azt csinálta, hogy analógiás módon elővett bizonyos klasszikus képeteket, kicserélte. Ahogy most a Pista idézte, hogy ezt az M, vagy ezt a M szervét ki kell csinálni M szervét per gyökre, és megvan a relativisztikus, hát a csodát. És az derült ki, hogy egy csomó ilyen elmélet matematikai ellentmondásba ütközött, mert az elmélet különböző részeire, a mezőelméleti, a mozgásegyenlet, stb. Ezt innen vették, azt onnan vették, és hülyeségek jöttek ki belőle. Viszont, ha nem összeírő dolgokat rakosgat össze az ember, akkor viszonylag könnyen le lehet vezetni a 0-1-1-et, és ezek a közgazdászok nagyon örülnek. Na most minden esetre itt is még azon a szinten vagyunk. Fogadjuk el tehát Einsteinnek a klasszikus fizika, ami Newtontól azt, amit az előbb, az F egyenlő D per DT-je a P-nek, és akkor nézzük meg, hogy ennek analógiára mit mondhat akkor, egy relativisztikus ember azt mondja, hogy PK az D per D tau, FK az P, a PK-nak a D per D tauja. P az az impulzus, az erő, négyes erő, ami ezt változtatja. Einstein ezt még nagy K-val jelölte, Minkowski erőnek szokás nevezni. Hogyha az ember behelyettesíti, hogy mi a fenét akar jelenteni, ugye ezt az ember átjelöli a D-taut, úgyhogy ez D per DT szer a gyök, itt van az előbb már volt az, hogy egy adott megfigyelőnek a szempontjából a saját idő az a gyökször a DT, a E per C-nek és a P-nek, akkor ebből kiderül, hogy az erőn mit kell érteni, ez itt a 1 per gyökször és 1 per C-szer az energiának az időderiváltja, szóval van itt egy 1 per C és egy gyök, a másik pedig az impulzusnak az időderiváltja, szóval 1 per gyök. Energiának az időderiváltját hívjuk, a rendszeridő szerinti deriváltját hívjuk hagyományosan teljesítménynek, ez a P, nagy P, és az impulzusnak, függetlenül az, hogy kell kifejezni, annak az időderiváltját hívjuk erőnek. Tehát azt szokás mondani, hogy a Minkowski erő az akkor 1 per gyökször, a 1 per C-szer a teljesítmény és a 3-as erő. Tehát így kell berakni a megfelelő klasszikus kifejezéseket egy 4-es vektorban. Ez benne van a könyvekben. És akkor a következőt szokás elmondani. Mivel hogy az UK vektor egyre van normálva, ezért ha én ezt lederiválom a tau szerint, és elnevezem az UK-nak a deriváltját AK-nak, tehát 4-es gyorsulásnak, akkor az jön ki, hogy 2-szer AK UK az 0, 4-es gyorsulás merőleges a 4-es sebességre. Ez igaz, és ezt mindenki megtanulja akkor, amikor először
differenciál geometriában görbéket és görbületet tanul. Emberek bevezetik az érintővektort és az érintő egységvektort, tehát a IF-hoz paraméter szerinti érintővektor, aminek a négyzete 1. Ennek a deriváltja az merőleges, tehát E-nek a S szerinti deriváltja, az lesz a görbületszer a normál vektor, ez definiálja, ezt tudjuk, merőlegesek. Ez is igaz. És ebből arra következtetnek a könyvek, hogy a négyes erő merőleges a négyes sebességre, ami egy súlyos logikai hiba. Mert mit tételezzünk föl implicit módon? Az F egyenlő M-szerát. Hogy az erő, a négyes erő ráadásul nem is a hármas, ez párhuzamos a négyes gyorsulása. Ki mondta? Hát Newton ilyeneket. Newton nem beszélt a relativitás elméletről. Nem, de meg kell bizonyítani. Lehet, hogy igaz. Meg kell nézni. De nem következik automatikusan. Na most vannak olyan könyvek, amik azt csinálják, hogy ezek után elkezdek gondolni, hogy honnan jön az erő. Hát az erőt, azt az erőterek fejtik ki. Az erőterek elméletében az ember ki tudja számítani a Dirac-delta-szerű részecskére ható ponderomotoros erősűrűségnek az integrált, stb. És akkor erre kap egy képletet, ami vagy merőleges a sebességre, vagy nem. És akkor mindenféle hekkelések jönnek. Bizonyos ezt még meg kell szorozni valamivel azért, hogy merőleges legyen. Stimmel? Ilyeneket látni idén megjelent tankönyvben. A végső képlet bizonyos értelemben helyes, azt majd megmutatom, mert ügyes a szerző. De ez így nem következik semmiből, ezt nem szabad feltételezni. Ha igaz, akkor le kell vezetni, ha nem igaz, akkor meg nem kell elfogadni. Rendben? Hát például tegyük, hogy van egy olyan erő, ami egy potenciálnak a deriváltja. Egy négyes skalár potenciálnak. X az a négyes téridősokaságnak az eleme. Sajnos azt olvastam Tamásnak a könyvében, hogy ilyen erőtér nem létezik. Ahhoz képest 2013-ban Nobel-díjat adtak ennek az erőtérnek, a kvantumának a felfedezéséért. Itt valamiféle ütközés van. Szeretném megmutatni, hogy létezik, és ez nem mond ellent a relativitás elméletnek. Na most, tegyük fel, hogy ilyen az erő, akkor ez a négyes térben egy adott pontban mutat valamerre ez a gradiens. És hát független attól, hogy az arra járó részecske éppen milyen irányba megy, ezt ő nem tudhatja, hát ez ott van abban a pontban. Lehet, hogy mondjam, ilyen rendőrszabályokat mondani, hogy részecske, ha erre érsz, akkor egy észre is bekanyarodni a sebességre, vagy a erőre merőlegesen, mert, de hát ha. És ezt csinálta Novovácki, azt mondta, hogy ugye nézzük meg, hogy mi történik. Feltételeztük azt a képletet, amit az előbb mutattam, hogy FK, az a, most alsó indexesen írom, D per D tauja a PK-nak, azaz D per D tauja az M-szer UK-nak, azaz M-szer DUK per D tau, és ez egyenlő a DK fi-vel. Szorozzuk meg ezt az egyenletet UK-val föntről, akkor a bal oldalon nullát kapunk, M-szer UK-szor gyorsulás, ez nulla, egyenlő UK-szor DK fi, ez ugye a közvetett deriválás szabályának megfelelően, D per D tauja, fi függ az x-től, ami függ a tautól, ahol éppen jár a részecske. Tehát ez azt követelné meg, hogy a részecske a konstans potenciálú felületeken mozogjon, mert különben ír gumbulba. Novovácki azt mondta, hogy ott a hiba, hogy ezt itt kiemeltem. Tételezzük fel a következőt. FK egyenlő D per D tauja, valamilyen nagy M, amiről nem tételezem fel, hogy konstans, szor az UK. És amikor így deriválunk, akkor megjelenik egy dm per d tau szor az UK, plusz m-szer duk per d tau. Ha ezt én megszorzom most skalárisan a u-val, akkor a bal oldalon kapok egy fk uk. Jobb oldalon itt van egy dm per d tau szor uk uk, amiről tudom, hogy ez c négyzet, plusz m-szer ak szor uk, amiről megtudom, hogy nulla. Tehát az jött ki, hogy a fk uk egyenlő c négyzet szer dm per d tau. Ha az uk-t fölírom, mint a helynek a tau szerinti deriváltját, fk dxk per d tau egyenlő ezzel, akkor meg lehet szorozni d tau-val,
És a következő csodaképletet kapom, d az mc négyzetnek egyenlő fk dxk. Az ember felismeri, a fk dxk az a négyes erőnek a négyes munkavégzése, az a négyes skaláris szorzat. Tehát ez olyan, mint a klasszikus fizikában, amikor azt mondják, hogy a dr elmozdulásnál f-szer dr az a munkavégzés, az megváltoztatja a részecske energiáját. Hát most nem az energiáját, hanem nyugalmi tömegét változtatja meg. Ez egyszerűen ebből a feltételezésből jött ki, és abból, hogy nem tételeztem, hogy ez az ember, ez állandó. Emellett még fogok érvelni, csak most nézzük meg, hogy mi jön ki belőle. Ez a Novobátszky tétel, hogy a négyes erő megváltoztatja a... Ez lényegében egy munkavégzés tétel, vagy munkatétel. Az együttható, ami a P és az M között szerepel. Azt itt valahol fölírtam, hogy PK egyenlő MK, M-szer UK. Ő a tömeg. A négyes impulzus abszolút értéke, C-vel osztva, mert hogyha ennek veszed a PK-PK-ját, akkor nagy M négyzet, C négyzet. Egy négyes vektor abszolút értéke, a skalár. Figyelj, ne keverd, már mondtam, a skalár és a konstans az nem ugyanaz. Jó. Tehát nem mátrix van, ez két egyirányú. Az a mátrix az elfelejthető, az a háromdimenziós jelölés módban jelent meg. Ez a négyes, itt láttuk, hogy a négyes impulzus vektor, az tényleg skalárszorosa a négyes sebesség vektornak. Ez egy skalár mennyiség, de nem állandó a mozgás során. Mindjárt lerajzolom, hogy hogy kell ezt interpretálni. Képzeljük el, volt ez a képlet korábban, hogy E négyzet per C négyzet, vagy E négyzet egyenlő P négyzet C négyzet plusz M négyzet C a negyediken. Ezt ugye rendes ember úgy ír, hogy E négyzet per C négyzet minusz P négyzet egyenlő MC-nek a négyzete, és ez az E per C és P síkon egy hiperbolának az egyenlete, hogy ezt szokás tömeghéjnak hívni. Az egyik megfigyelő azt látja, hogy ide mutat a négyes impulzus vektor, másik megfigyelő azt látja, hogy oda mutat. Egy adott szituációt néz különböző megfigyelő. Mert ide mutat, oda mutat. És akkor a különböző megfigyelők által látott négyes impulzusok végpontjának a mértani helye, ez a hiperbola, ugye tömeghéj. Na de, ezt nem szabad összekeverni a különböző megfigyelők nézegetését azzal, hogyha megváltoztatjuk, erőhat. Ha erőhat, az megváltoztatja a négyes impulzust. Mondjuk egy ilyen erőhat, megszorozzuk d-tauval, erőlökésszer d-tau, akkor a négyes impulzus vektor átmegy ide. Az egy másik hiperbolán fekszik, ez a természetes. Mi lenne a nem természetes? Egy olyan nagyon speciális erő, ami mindig úgy hat, hogy úgy teszi odébb a vektor végét, hogy ugyanazon a hiperbolán legyen. Klasszikus fizikai analógia. Tessék elképzelni, hogyha tovább csökkentik a középiskolai tananyagot, akkor kizárólag, nem túlszaladtáltam az élet, azóta eltörölték a forgómozgást a középiskolában, hogy megint visszavezették. Nagyon jó. Hát akkor most már lehet ilyet mondani. De képzeljétek ezt, hogy az embernek tanítgatják ezt, és azt tanulja, hogy a sebesség abszolút értéke állandó, és a sebesség mindig merőleges a gyorsulásra. Nagyon jól le lehet írni vele az egyenletes körmozgást. Egyszer csak valakinek mutatnak egy elliptikus bolygó pályát, ahol ilyen furcsaságok lépnek fel, hogy itt a hát ilyen nincs. Hát megszegi az alaptörvényeket, amikben a sebesség mindig merőleges, a gyors, és mihogy a sebesség abszolút értéke változik menet közben. Tűha. Képzeljétek el, nem tudom, olvastátok ki a tegnapi híreket, fölvettük a kapcsolatot a Siriuson maradt magyarokkal, és ők is csináltak fizikát, és elmesélték, hogy őnekik milyenek a fizikai törvényeik. Hát kicsit másképp írják a képleteket, mint mi. Amit mi sebességvektornak hívunk, azt ők föl szokták bontani egy gyorsaság című mennyiségre, ami a mi nyelvünkön a sebességvektor abszolút értéke, meg egy irány nevű mennyiségre, ami a V per V abszolút. Jó? És akkor az egyszerűség kedvéért vizsgáljunk, most klasszikus fizikában vagyunk, Newtonnál egységnyi tömegű részecskéket, és akkor úgy szól a Newton törvény, d per dt-je a v-nek, az egyenlő az erővel, ezt mondták. Jó? Egységnyi tömeg. Na most ők ezt úgy írják föl, hogy d per dt-je
a V abszolút szor a normál vektornak. Lederiválgatjuk. dV per dt szer n plusz V szer, bocsánat, V abszolút szor, dn per dt egyenlő az F erőben. Megszorozzuk eskalárisan V-vel, n vektorral. Tudjuk, hogy n az egy egységvektor, ezért az n-nek az idő szerinti deriváltja az 1, ezért n-szer dn per dt az 0. Hát, ha ezt megszorzom, akkor itt lesz egy olyan, ugye bal oldalon az f volt, f-szer n egyenlő dv per dt-szer n-szer n skalárszorzat plusz v-szer n-szer dn per dt. Ez itt 0, ez meg 1. Az jött ki, hogy a gyorsaság deriváltja az az f szer n skalárszorzat. Prima. Helyettesítsük vissza ezt ebbe a mozgásegyenletbe, ide. Erő egyenlő dv per dt, az az f szer n, szorozva az n-nel, plusz v szer dn per dt. És ebből ki lehet fejezni az iránynak a deriváltját, az n iránynak az idő szerinti deriváltja, az 1 per v szer erő mínusz f szer n, amit úgy is lehet mondani, hogy kiemelem az f-et, 1 per v szer egységmátrix mínusz n kör n szer a v. Hiányoltad a tömegmátrixot, majdnem az van itten. Ez itt egy projektor, ami az n vektorra merőlegesen vetít. Ha valaki annyira hülye, hogy a sebességet felbontja két mennyiség szorzatára, ehelyett az egyszerű képet helyett, ezt a két bonyolult képetet kapja, a sebesség abszolút értékének a deriváltja az így fejezhető ki a külső erővel, a sebesség irányának a deriváltja meg ilyen bonyolult módon fejezhető ki. Hát miért csinálta azt, hogy az egyszerű mennyiséget felbontott két mennyiség szor? Elnézést, én véletlenül az impulzus, négyes impulzus vektort felbontottam az abszolút értéke szorozva egy egységvektor szorzatára. Tök ugyanaz a számolásnál látszik. Látszik, csak ott kiírtam az indexeket, itt meg vektorokat írtam. Hát folytassuk ezt a számolást ugyanitt. Kijött a dm per dtau, helyettesítsük be a dm per dtau-t innen a mozgás egyenletbe. Mi történik? Azt lesz, hogy akkor az fk egyenlő, a dm per dtau az 1 per c négyzetszer, az f-szer a sebesség, hát most a k az már foglalt, akkor fl-ul-et írok, fl-ul, ez volt a dm per dtau, szorozva egy uk-val, plusz m-szer duk per dtau. Azaz ezt kicsit átrendezve, m-szer duk per dtau, egyenlő, ide még beszórok egy Kronecker deltát, Kronecker delta kl, mínusz uk ul per c négyzet, szer az f-fel. És ha kell, akkor még osztok az n-nel. Talán észre lehet venni, hogy ez a képlet tökéletesen analóg ezzel a képlettel, ami ide van írva. Ha még az n-nel osztok, akkor itt van ez egy per v. Itt van a projektor. Ez egy négyes projektor, ugye u az nem egységvektor, hanem c-re van normálva, azért kell osztani c négyzettel. Ez egy projektor, ami a sebességre merőleges altére vetít. Ez itt a gyorsulás, ez tényleg merőleges. Próbáljuk most akkor lerajzolni mindezt. Klasszikus fizikában az ember azt mondja, megy a részecske a görbült pályán, ez itt a sebességvektora, itt a gyorsulásvektor. Bontsuk fel a gyorsulásvektort egy keresztirányú A merőleges komponense, meg egy A párhuzamosra, ennek a kettőnek az összege. A mozgás törvényt felirogatva az derül ki, hogy az A-nak a merőleges komponense, az mit csinál? Láthatóan megváltoztatja az irányt. Mégpedig, ha kiszámítjuk itt a jobb oldali vektor abszolút értéke, kiderül, hogy az A merőleges abszolút értéke az pont a V négyzet per a görbületi körnek a sugara. Jó, ezt a állandó sugarú körnél az ember tudja, változó görbületnél is ezt le lehet vezetni. Tehát ennyi. Mi a dolga a gyorsulásnak a hosszanti komponensének, oda van írva,
az megváltoztatja a sebesség abszolút értékét. Tehát most az erőnek, erre mutatott az erő. Az erőnek, erőt föl kell bontani, hosszanti meg merőleges komponensekre, a hosszanti az megváltoztatja a sebesség abszolút értékét, a merőleges pedig bekanyarítja a pályát. Most ugyanezt rajzoljuk le relativisztikusan. Ez itt a négyes impulzus vektor, ugye ilyen irányú volt a P vektor is, ez most a négyes impulzus vektor, ez itt a négyes erővektor. Azt is fel kell bontani, most szimbolikusan így rajzolom, csak ne felejtsük, hogy ez itt a Minkowski merőlegesség. Oké? Felbontom egy F párhuzamos, vagy F merőlegesre, meg egy F párhuzamosra. Mit csinál az F merőleges? Bekanyarítja a téridőben. Ez a képlet, ami ott fönn van, azt mondja, hogy az U egységvektornak az iránya, az meg U egységvektor megváltozik. Az a projektor, az vetíti le az erőt a sebességre merőleges altérre, és az bekanyarítja, és az erőnek a hosszanti komponense pedig mit csinál? Ott van, megváltoztatja az impulzus abszolút értékét. Az a különbség, hogy a klasszikus fizikában ez a P, ez úgy van fölbontva, hogy ő M-szer V, ahol az M-et állandónak tekintjük, és ezt a V-vektort változónak, tehát klasszikusan ez a sebességvektor abszolút értékét változtatja. Itt viszont ez úgy van felbontva, hogy M-szer U, és az U-vektor az egy egységvektor, ezért ezt kell változtatni, ez a dolga az erőnek a hosszanti komponensének. Figyelem, sehol nem használtam ki, hogy milyen erőről van szó. A konkrét esetben azt kell csinálni, hogy be kell vezetni a mezőelméletből, a részecskével kölcsönható mezők elméletéből be kell vezetni az erőnek a képletét, és megnézni, hogy mi van akkor, és éppen hogy változtatja meg a tömeget, vagy nem. Látszik, hogy van egy speciális eset. Amikor a négyes erő merőleges, az elmúlt. Miért merőleges? Van ilyen a klasszikus fizikában? Igen? Most mindjárt odaérünk. Klasszikusan a mágneses mező által kifejtett erő, ilyen V kereszt B. Tehát ott az erőhatás, az egy külső mező, és a sebességnek a kölcsönhatása V kereszt B, az merőleges a V-re, ezért az nem végez munkát. Ugye tudjátok, hogy a részecske fizikusoknak ez az egyik nagy titkuk. Nem szabad elárulni a politikusoknak, hogy a mágneses mező nem végez munkát, ugyanis soha többet nem adnak a CERN-nek az óriási mágneseire pénzt, hogy megépítsék, mert hát az nem gyorsítja a részecskéket. Jó? Az nem fog semmiféle munkát végezni. Jó? Na most itt a mi esetünkben az fordul elő, ez egy speciális eset, amikor az FK az E per C-szer FKR, bocsánat, ezt is F-fel elég UL, ahol az F az egy antiszimmetrikus tenzor, mínusz FLK, és akkor az FK UL az E per C-szer FKL UK UL, ez egy antiszimmetrikus tenzor, ez meg egy szimmetrikus, ezért ez nulla. És mit ad Isten ez az elektromágneses eset? Elektromágneses esetben a négyes erő mindig merőleges a négyes sebességre, ezért a négyes erő négyes munkája az négyes nulla, vagy hogy kell mondani, szóval az nulla. Ezt az esetet számolták végig részletesen, és ebből vonták le azt a következtetést, hogy mindig így van, ami megint egy logikai hiba. Olyan, mintha valaki csak az egyenletes körmozgást ismerte volna, és levonta volna azt a következtetést, hogy az erő mindig merőleges a sebességre, pedig dehogy. Na most van szület. Igen? Mondjad. Nem kell. Itt most azt használtad ki, hogy antiszimmetrikus az F. Igen. Tehát, hogyha nem antiszimmetrikus, akkor... Ha mondasz egy olyan tenzor mezőt, ami nem antiszimmetrikus, és ilyen az erő, akkor az végez munkát. Igen. Köszönöm. Két dolgot szeretnék csak mondani. Egyik az, hogy a Landauban a 43. oldalon ott van, amit a Gyula elmondott. Csak azt akarom kérdezni, Gyula, hogy ha a Landau itt veszi a fáradtságot, és ugyanazt csinálja, amit te itt fölírtál, tehát lederiválja a P egyenlő M-szer V-t, és azt mondja, hogy ja, és akkor speciális esetben párhuzamosan ez van, merülegesen ez van. Miért nem mondja meg azt, amit te itt most itt megmondtál? A kérdést továbbítom Lev Davidovics Landaunak. Miért nem mondja, mert mire gondolt a szerző? Mit tudom én? Hát elhallgatja a lényeget. Erről van szó. Ezért jó, mondom el én. Jó, akkor legalább most értem. A másik az egy egyszerű dolog, hogy nem, na, az ugye Riemann, Wisgin, Marcel Grossmann, Einstein. Ehhez csak annyit szeretnék mondani, a Wisgin könyvet érdemes elolvasni, nagyon jó.
Itt most nem így mondtad, de az interneten van egy előadásod, ahol azt mondod, hogy Riemann megcsinálta 70 éve korában. Persze, megcsinálta 70 éve korában, de azért fontos tudni, hogy az egész Riemann geometria azután azért tovább fejlődött, és még 1901-ben is fejlesztettek rajta. Tehát éppen, hogy mire az Einsteinnek kellett, addigra oda fejlődött. Mindenki kedves barátja, a Lévicsi Vita akkoriban dolgozott rajta. Igen. Meg a Ricci, meg igen. A Christopher. A Vizgin a könyvében ezeket leírja szépen, és ott ezek, akik gravitációt akartak csinálni, sokszor, tehát az egyik próbájuk éppen a Merkur-Perihelium vándorlás volt. Azt meg kellett nekik magyarázni, ugye mindenki tudja, hogy 42 másodperc. 43. 42,9. Na, az már 43 sajnos. Most már szerint 43. Jó. Ezt a mondatot, ha befejeztetem, akkor jó. Tehát ugye az Einstein azt csinálta, hogy először skalár elmélettel akart. Erről most fogok beszélni, nyugi, ezt most nem mondd el. Egy mondat csak. Jó. Aztán nem jött be neki, akkor vektor potenciált tételezett föl, az se jött be neki. És akkor jött, hogy ja, akkor tenzor. És akkor kérdezte meg a Marcel Grossmant, az meg tenzor, hát akkor Riemann geometria. 13-ban még két közös cikket közöltek. Én ezt így leírva nem hallottam sehol, de szerintem egyszer a következtetés. Utána viszont kihagyta a Marcel Grossmant a cikkeiből. Tehát igazából a két, amit ketten írt a két közös cikket, ott már az Alfred teljesen megvolt. Az egyenlet nem volt fölírva. Ha alaposan elolvasod a Vizgint, akkor nem ez van benne, de mindegy. Most nem állt erről beszélünk. Igen? Mondja. Hozzászólás mondtad, hogy ha Einstein kerültette volna a villamos, igen, akkor speciális relativitás elmélet akkor is keletkezett volna, valaki megcsinálja. Olyan Karénnak megjelent 1901-ben egy könyve, angol fordításban címe Science and Equality, 1908-ban jelent meg az angol fordítás, amelyben leírja, hogy bármely globális erő helyettesíthető görbű térrel, tehát az átlagos relativitás ember a geometrizált gravitáció gondolkodott már a lehetőben. 1880-ban Hertz megcsinálta a newtoni mechanikát erők nélkül görbült térrel. 1880-ban. Oké, okay, még lehet licitálni visszafelé, lehet, hogy Newton is rájött már. Igen? Olyan Jánosnak is volt egy mondat. Mondatai voltak, igen. Mehetünk? Akkor menjünk tovább. Azt következik, hogy mondok példákat a Novovátszki effektusra. Tehát ezt hívom Novovátszki effektusnak. Nemrég a valamelyik fórumon belekötöttek, hogy miért nevezzük Novovátszki effektusnak. Van-e ilyen? Ő az, aki ezt nagyon részletesen megmutatta, hogy minden, a tipikus eset az, hogy általános erő esetén ez van. Egyesek korábban már bizonyos speciális esetben mutattak hasonlót. Jó? Az egyik, azt mindjárt mondom, el fogom mondani kicsit részletesebben, a 1911-ben Nordström-féle gravitáció elmélet, ez benne van a Vizginben. Ugye 1905 és 15 között Einstein csinálta az átrelt, mások meg azzal foglalkoztak, hogy a speciált szépen kiterjesztették, mindenféle résztudományát kidolgozták. Igaz, hogy a relativisztikus termodinamikát csak nemrég csinálták meg, kedves kollégáink, de például a relativisztikus hidrodinamikát azt úgy tudományos böcsületből. Senki nem gondolta, hogy folyadék C-hez közeli sebességgel folydogál, de hát azért muszáj megcsinálni. 21-ben az is megvolt. És így tovább. És hát azt gondolták, hogy a speciálbe kiválóan beleillik a gravitáció. Pontosan azért, mert az elektrodinamika nagyon szépen beleillett. Az 1/R négyzetes Coulomb törvény az hasonlít az 1/R négyzetes gravitációs törvényhez. Ezért megpróbálták beilleszteni. Azt gondolták, hogy lesz egy ilyen graviodinamika, vagy mi a csoda, ami egy V/C szorzóval gyengébb erőhatásokat ad, mint a gravitáció. A gravitáció már önmagában is marha gyenge, ahhoz még egy V/C, hát azt nehéz észrevenni, ezért addig nem vettük észre. Na most minden rendben lett volna, az a FKL az meg volt a speciálbe, csak az a nyamvat előjel, hogy a elektromos töltéseknél a pozitívak taszítják egymást, a gravitációnál meg a két egyforma vonza egymást.
meg lehet hackelni a bizonyos helyekre, beír az ember a képletekbe egy mínuszt, de azok egy idő után ütni fogják egymást, nem lehetett konzisztensen megcsinálni. Ennek az elméletnek az lenne az alapállapota, hogy minden összeomlik, most azt mondjuk, hogy egy fekete lyukká. Szóval ezzel próbálkoztak, de nem ment, ezt említette az előbb a Pista. A másikat viszont Nordström csinálta, meg azt mindjárt részletesen megmutatom, ez egy nagyon jó kis elmélet. Jó, tehát sokan foglalkoztak ezzel. És Nordström két elméletet vetett föl. Az egyik az, ami most így utólag azonos a Higgs elmélettel. Mármint ezzel a részével, hogy mit csinálnak a skalármezők. Tehát itt most megmutattam, hogy abban az esetben, hogyha abban az általános képletben én egy olyan erőt írok be, ami egy antiszimmetrikus tenzorból ezzel a képlettel származik, ami speciál az elektromágneses eset, akkor a FKR, bocsánat, itt egy K van, akkor ez nulla, tehát akkor ez a... Jaj. Ez egy K betű, akkor nincs munkavégzés, ezért a tömeg állandó. Tehát nagy M megy erő, kis M megy erő, konstans. Ez egy nagyon speciális eset. Nézzünk egy másik speciális esetet. Azt, amit az előbb fölírtam, ezt a gradienses erőt, de engedjük meg, hogy ott legyen egy csatolási állandó. Tehát az FK az egy G, ez nem, nincs köze a gravitációhoz, csak így szokták jelölni G-szer DK fi. Akkor ebbe a képletbe kell behelyettesíteni, hogy akkor a FK UK az C négyzetszer a DM per D tau, FK UK az G szer DK fi szer DXK per D tau, és ebben fel lehet ismerni G szer ennek a bizonyos fi potenciálnak, aki függ a helytől, aki függ a arra járó részecske koordinátája és saját idejétől ennek a tau szerinti deriváltja, egyenlő C négyzetszer dm per d tau, és ezt föl lehet integrálni. M egyenlő 1 per C négyzetszer g szer a fi, aki függ a helytől, plusz egy integrációs állandó, amit jelöljünk is M-mel. Ez az a képlet, amit Higgs is levezetett. Tehát a skalármező esetére mi történt? A Novomanski törvény az differenciális. Akár csak a klasszikus fizikában a munkatétel, a erőnek és az elmozdulásnak a skalár szorzata egyenlő a munkavégzéssel. Konzervatív erőtér esetén ez felintegrálható. A skalármező, ami van, aminek a gradiense, az a konzervatív erőtérnek a megfelelője a relativitás elméletben, és akkor felintegrálható ez a képlet. Tehát egy adott helyen, hogyha átmegy a világvonal, akkor az ő történetétől függetlenül, amikor éppen ott jár a részecske, akkor nem jár a tömege. Jó, tehát ez egy ilyen integrális jellegű képlet. Ezt lehet visszahelyettesítgetni a további, tehát például ebbe a képletbe, hol volt, már letöröltem, nem, abban, ami ott fönn van, ott most az M helyébe ezt be lehet írni, az F helyére jobb oldalon beírom a gradienst, rendben? F helyére beírom, hogy ő a gradiens, bal oldalon is az M van, stimmel? És akkor valami olyasmit kapunk, hogy a DUK per D tau egyenlő 1 per M szer. Azt a projektort jelöljük QKL-lel, Q, itt van a K, alul volt a K, akkor itt alul a K, itt az L, és itt van az erő, akkor itt van a G szer a DK fi per az M. Az M helyébe beírom, hogy kisem plusz G per C négyzetszer a fi. Tessék észrevenni, hogyha megfelelő C négyzeteket kiteszek, akkor ez a projektor szor egy logaritmikus derivált. D per DK-ja, itt még van egy C négyzet, a logaritmusa a tömegnek, az M plusz G per C négyzetszer fi-nek, hogy a logaritmus alatt a matematikusok kedvéért ne legyen dimenziós mennyiség, akkor osztok M-mel, és ennek a logaritmusa van itten. És ez a projektor. Tehát a potenciált, ezzel az effektív potenciállal kell pótolni, és annak a gradiense jelenik meg, és ott van előtte még a projektor. Akkor itt egy L van, köszönöm. Jó, már itt is. Köszönöm. Jó, tehát akkor még egyszer, ilyen esetben, amikor kiintegrálható a Novomanski tétel, akkor a tömeg explicit módon kifejezhető a potenciállal, akkor
ha potenciál helyett egy ilyen bonyolultabb mennyiség jelenik meg, és annak a gradiense fejti ki az erőt, és azt kell levetíteni, tehát az a, ez mondjuk a gyorsulás potenciál nevet viselheti ez a valami. Az ember azt kérdezi, hát akkor a felében, miért nem ezt nevezem rögtön egy Psi-X skalár potenciálnak? Nevezhetem. Most én nem. Tehát az eredeti potenciál, amit beírtam az egyenletbe, az pódolható egy belőle kiszámított mennyiskalárnak, valamilyen függvény, az is egy skalármező. Hát akkor ez az igazi skalármező, amelynek a gradiense kifejti az erőt, és akkor a projektor pedig gondoskodik arról, hogy ennek csak a vetülete legyen. Amit itt szeretnék hangsúlyozni, hogy ezt az egészet el lehetne mondani tömeg nélkül is. Az előbb félig viccesen mondtam, hogy hát ki az a hülye, aki a sebességet felbontja abszolút érték és a irány szorzatára. Ha ezt az egészet nem bontottam volna föl, csak a P-vel meg az F-vel játszunk, a nagy M betű meg se jelenik benne, akkor is el lehetne ide jutni. Tetszik érezni? A tömeg fogalma, ismét megkérdezted, mi a tömeg? Tömeg felesleges. Az egy segédmennyiség, ragaszkodunk a klasszikus fizikai elképzelésénk, hogy az objektumon valami állandó jellemző, és nagyon fontos, és azért kell fizetni a boltba, hogy az ember tömeget vesz. Hát ez, ilyen értelemben ez egy felesleges mennyiség. Ütközési jelenségeknél, stb. Ott megint mi számít? Hát az impulzusoknak, a négyes impulzusoknak az összmegmaradása. Na most honnan tudjuk, hogy most ő a skalármező, vagy ez a másik a skalármező? A teljes rendszernek hatásintegrájánál nem elég a pont részecskének a hatásintegráját felírni, hanem kell venni a mezőnek, a négyes térre vett a Lagrange-sűrűségnek az integráját, és ott az pedig tartalmazza mondjuk a skalármezőt, meg annak a deriváltjait. Vehetem ezt is, vehetem azt is. Melyiket nevezzem egyik a másiknak függvénye? Csináljuk azt, hogy amelyik egyszerűbben fog kinézni a skalármező elméletébe. Hogyha például olyan lesz a Lagrange sűrűsége a mezőnek, hogy 1/2 dk φ, akkor ennek rondább lenne. Hát akkor használjuk ezt. És akkor azt mondjuk, hogy van ez a kicsit bonyolultabb képlet, amin keresztül a skalármező, az igazi skalármező beredomál a részecskéknek a sorsában. Ennél van egy erősebb érvem is. Mi ez a G? Hát a csatolási állandó, ami a részecskét hozzácsatolja a mezőhez. Egy részecske, és mi, hogyha több részecském van. Nyugodtan elképzelhető, hogy egyik részecske itt egy G1 van, másikra G2, és akkor ez már nem egy univerzális mező. A phi feltételezhetem egy univerzális, a mező, és a különböző részecskékre ez más-más effektív mezőként jelenik meg, mert más csatolási állandó. Speciál, amelyiknek G0, az meg se érzi. Vagy lehet a G pozitív, meg negatív, meg minden, amit akarunk el lehet kézzel, mint az elektromos töltés, ugye az is egy csatolási állandó. Tehát ilyen értelemben hagyni kell egy részecskére tök, mindegy, több részecskére már nem, hogy a több részecskén is a mezőn keresztül például adhatnak át egymást a impulzust, ott lesz értelme a tömegfogalmának, meg a mezőnek az impulzus sűrűségének, meg ilyesmének. Önmagában egy részecskére ez nem túl értelmes fogalom. Na most mondom a másik modellt, ez volt tehát a skalármező, amit ma úgy hívunk, hogy Higgs mező. Higgs azt csinálta a későbbiekben, mi kellett egy pillanatban megint egy kis történelmi kitérés. 60-as évek, kvantum mező elmélet készülődik, mindenféle részecskét ismertek. Fölvetették már 52-ben a Young-Mills elméletet, ami az elektrodinamikának egy nem reális általánosítása, bonyolultabb szimmetria csoporttal. Nagyon szép matematikailag, csak az a baj, hogy csupa olyan részecskét jósol, aminek nulla a tömege, tehát olyan fotonszerű részecskéket. Most tessék megint elképzelni a részecskefizikusokat, hogy elmennek a politikusokhoz, hogy adjatok pénzt gyorsítóra, mert nagyon sok Nobel-díjat akarok hozni, ahhoz nagy tömegű részecskéket kell felfedezni, mert a kis tömegűeket már felfedezték, adjatok sok pénzt, ugye a pénz az exponenciálisan nő az energiával, nagy energiára kell gyorsítani. Most valaki azt javasolja, hogy ő megjósolt 8 darab nulla tömegű részecskét. Tessék, $0 adunk, és abból építsetek részecske lassítót, vagy mi a csodát, hogy nulla sebességgel, kis energiával. Fotont ugye mindenki tud így csinálni, mert nulla tömege, és már is itt rengeteg infravörös foton keretkezik. Hát az a legolcsóbb. Szóval itt ilyen bajok voltak a részecske fizikában 60-as években, és akkor egyéb matematikai bajok is voltak. Higgs ezt mondta, hogy van egy skalármező,
az adja a részecskéknek a tömeget. Tehát nem ír be, ide nullát írt. Tehát azok az elméletek, amelyekben a nulla tömegű Gauge bozonok vannak, azoknak ez az emje, az nulla, és akkor mindenki matematikára nagyon boldog volt. Ez viszont az effektív tömeg, amire a részecskének van. Ezért kell a pénzt fizetni. Ekkorát kell létrehozni, és ugye 83-ban létre is hozták a W meg a Z bozonokat, ezt mérték. És aztán később egy kicsit általánosították már nem csak a bozonokra, hanem az elektronokra is, kicsit más matematikával, de ehhez hasonlót. Csak ugye klasszikusan nincsenek spinorok, ott is nem írunk be a részecskének eleve tömeget, hanem ez adja. Na de akkor miért nem tapasztalatom azt, hogy az elektronnak egyik helye mennyi a tömege, a másik helye meg annyi? Külön ki kellett magyarázni, hogy ez a phi-hez konstans. Tehát a phi-nek, a skalármezőnek az önkölcsönhatási elmélete az olyan volt, hogy az univerzum jelenlegi korszakában, ugye ennek az önkölcsönhatási potenciálnak itt a fenekén üldögél és konstans, erre van a phi, és alapállapotban ennek van egy éta konstans értéke, és ezt kell ide beírni, és ezért a részecskéknek a tömege az állandó. Ez itt nincs, ezért a Gauge elméletek boldogok, ez itt konstans, ezért minden részecske effektíve konstans jelenleg. De korábban, amikor az univerzum melegebb volt, akkor ez itt oszcillálgatott, és akkor ez sem volt konstans. Ennek esetleg megvannak a nyomai. Másrészt ugye megint boldogok lehetnek a kísérletek, hogyha egy helyen sok energiát összpontosítunk, akkor ezt itt meggerjeszthetjük. Először csak az e körüli rezgéseket fogjuk észrevenni. Magának ennek a mezőnek az e körüli rezgéseit, ezt hívják X bozonnak, ezt fedezték fel 12-be. Hogyha még egy kicsit ügyesebbek vagyunk, akkor észre lehet venni, hogy az ezzel kölcsönhatón másik részecskének is változik, hogy meg itt még nem tartunk. De esetleg ezt is észre lehet venni. Ne adj Isten, képzeljétek el, most ugye nem veszi a kamera, ilyeneket el lehet mondani, hogy 100 év múlva már úgy tudjuk irányítani mondjuk a Higgs mezőt, mint most az elektronokat, tehát mire használ az ember, hogy pornót nézzen a mobiltelefonján, tehát az elektronok úgy mozognak, hogy mi éppen akarjuk. Hogyha a Higgs mezőt úgy tudjuk irányítani, akkor kicsit megváltoztatom mondjuk a királt testekben az elektron tömegét, és akkor megpuhul, és akkor az UFO-s ráteszi az ablakra a kezét, és a fémfalra, és a fémfal átlátszó lesz, vagy kinyílik meg egyebek, mert hogy a királt testeknek az elektron struktúrája, az elektron tömegét tartalmaz a minden, hogyha ezt így meg tudom változtatni Higgs mezőben, akkor elhettünk a csodálatos távas, csak a csillagos éges a perspektíva. Jó? Szóval ez egy lehetőség ebbe az irányba. Menjünk vissza 11-be. 11-ben Nordström azt mondta, hogy ő most a gravitációnak a speciális elméletét akarja fölírni. Hogy nézhet ki az? F egyenlő, ott is van egy gradiens, egy skalár potenciál, amit a newtoni potenciálnak a általánosításaként képzelünk. Ide mit írjunk? Mit mondott Newton? Tömeg m-szer g, tömegszer a gravitációs, vagy a gradiens, ide beírja magát az m-et. Akkor most ezt helyettesítsük be a képleteinkbe, tehát az lesz a mozgástörvény, hogy d per d tau az m-szer uk-nak, egyenlő m-szer dk fi. Eljutunk idáig, ez egy teljesen általános számolás, és azt kell megnézni, hogy mennyi lesz ennek az m-nek a változása, mc négyzet, azaz fk-szor dxk, fk-ra behírom, hogy nagy m-szer dk fi dxk, ez ugye a d fi. Osztunk m-mel, dm per m egyenlő d fi per c négyzet, ezért logaritmus m egyenlő fi per c négyzet plusz egy konstans. Konstanst úgy írom, hogy logaritmus kis m, és megkaptuk a Nordström féle képletet, hogy a részecskék tömege függ a helytől, kis m-szer e ad a gravitációs potenciál per c négyzet. 1911 Nordström. Jó. Na most helyettesítsük ezt vissza a mozgástörvénybe. Mozgástörvény itt van. Ezt megint, ha részletesen kírom a deriválását. Mi jön ki? Volt egy dm per d tau szor uk, meg m-szer duk per d tau, egyenlő m-szer dk fi. A dm per d tau-t innen behelyettesítem. Dm per d tau, az mennyi? Itt látszik, az m-szer a... hol volt? Tehát dm per d tau, az a...
előbb látszott, ilyen per delta u, az 1 per c négyzetszer, az erőször az u, tehát m-szer dl fi szer ul. Ezt ide behelyettesítem. M per c négyzetszer dl fi szer ul, és ez még meg van szorozva uk-val plusz a többi. Csiribi lehet egyszerűsíteni a tömeggel. És akkor kijött az a, és ennek mindenki marhára örült, hogy kijött egy tömegtől független képlet, azt mondja, hogy duk per d tau egyenlő dk fi mínusz ez, mínusz, ugye m-mel egyszerűsítve, 1 per c négyzetszer ul uk dl fi, amit úgy is mondhatok, hogy Kronecker delta kl mínusz ul uk per c négyzetszer a dl fi. Tehát megbocsátották Nordströmnek, hogy ilyen hülyeségeket mond, hogy a tömeg változik, hiszen a gravitációs jelenségek erre nem érzékenyek. De a mozgás törvényben minden test egyformán esik, hogy a gravitációban ennek lennie kell. Prima. Ez akár igaz is lehetne. Ez egy teljesen tisztességes elmélet, még ugye kellett egy másik ága, hogy a Newtonnak a gravitációs törvénye az úgy szól, hogy Laplace fi egyenlő 4pi g szer ró. Hát ezt nyilván ki lehet egészíteni négydimenziósra. Kocka fi egyenlő 4pi g szer, és ide a nyugalmi tömegsűrűséget kell beírni, és ez így együtt egy komplett elmélet, ami akár igaz is lehetne, csak éppen nem igaz. Annak idején azzal dobták ezt az elméletet el, hogyha nagy toronyból viszintesen kilövünk puskával több testet, Newton szerint ezek ugye teljesen függetlenül mennek viszintesen, meg függelegesen, ezért egy pillanatban egy szinten vannak, és egyszerre fognak becsapódni. Nordström szerint nem. Ha ezt az elméletet visszaírom háromdimenziós jelölés módra, út beírom, hogy v per gyök, meg egyebek lederiválom, ugye megjelenik benne gyök 1 mínusz v négyzet, ami az teljes sebességnek a négyzetét tartalmazza, összecsatolja a viszintes meg a függőleges mozgást, nem egyszerre fognak leesni, tehát valahogy úgy lehet elképzelni, hogy a különböző sebességgel kilőtt valamik egy ilyen francon vannak egyszer egy ilyen görbén, és az egyik hamarabb csapódik be, mint a másik. És azt mondták, hogy ez nem lehet, mert Newtontól tudjuk, hogy nem így van. 10 éve feladtam ezt a ordfei versenyt, hogy számoljátok ki pontosan. Gondoltuk meg, ez egy 100 méteres torony, puskával lehet lövöldözni. Ez a különbség, ez az atommag ezred része. Hát Newtonra hivatkozva, hogy ezt már korábban megmérték, meg ötvös megmérte, hogy ilyen pontossággal esnek le, hát ez azért nem lehet. Hát Nordströmnek akár igaza is lehetne. Még egy durva ér van. Most ugyanezt kiszámítjuk az általános relativitás elméletből a puskagolyó, ott se egyszer esnek le. De az már annyira szép elmélet, hogy már senkit se zavart a dolog. Másrészt, végülis ott érzett el a Nordström, hogy abból is, az elméletből is ki lehet számítani ennek a különböző verziójából a általános rendes effektusokat, a periheliumi elfordulást meg a fényelhajlást, és nem az jön ki, mint amit a mérések adtak, és ezért ezt eldobták. Annak idején, amikor ez kijött, hogy a mozgás egyenlet független a tömegtől, ennek az elméletnek a... Hát ez. A newtoni gravitát, aminek a forrása a sűrűség. Tehát ez közvetlen általánosítása a newtoni egyenleteknek. Ugye ez is a közvetlen általánosítása. Ugye a mínusz az hova lehet? Hát oda lehet, hogy a U-vektorban az alsó komponensek azok mínusz v-t jelentenek, azért nem írtam be mínusz két. Szóval különben tökéletesen a newtoni, ez amit mondtam, hogy analógiásan készültek az egyenletek. Ugye én még mindig nem ezt akarom mondani, szóval a saját mondani valamhoz nem jutottam el még, de ez itten egy nagyon szép kis elmélet volt. Einstein volt ennek az egyik legnagyobb híve. Annyira, hogy néhány hónapra abba hagyta a saját elméletének a fejlesztését. Ha van egy sokkal egyszerűbb, ami ilyen jól leírja a gravitációt, tehát akkor minek vacakolj vele. Ez speciális gravitáció. Ez, amit te úgy mondtál, a skalár gravitáció elmélet. Ugye a vektoros az nem jött be, a skalális gravitáció elmélet kiváló. Később aztán 60-es évén már csináltak ilyen mixeket, hogy az átrelhez hozzátettek négy skalár potenciát, és akkor mindenféle további bonyodalmak vannak, de ez volt itt a mintapéldány. Na most mutatok egy még cifrább elméletet. Ha már ez a két egyenlet nagyon hasonlít egymáshoz, ja nem, pillanat, abban az elméletben akarok mutatni egy számolást. Tehát a Higgs-es elméletben, tehát F
K egyenlő G-szer dk fi. Tegyük föl, hogy van egy olyan koordinátorrendszerem, amelyben a fi, a skalármező statikus. Például kelti valami forrás, és akkor ő statikus erőtér van. Rendben? Jó. Akkor ez csak mondjuk, és legyen ez egy centrális potenciál. Tehát csak a sugártól függ. Oké? Okay. Akkor ez azt jelenti, hogy ennek a nulladik deriváltja az nulla. Mert az időtől nem függ. Akkor az erőnek a nulladik deriváltja, vagy erőnek a nulladik komponense nulla. Mi volt az erőnek a nulladik komponense? Az energiának a deriváltja. Ez volt a erőnek a nulladik komponense, a teljesítmény. Ezeket hívják teljesítménymentes erőnek. Jó, aminek a nulladik komponense nulla. Na de ebből föl tudom írni, mennyi az energia. Tudjuk, elfogadjuk, hogy tömegszer C négyzet per gyök 1 mínusz V négyzet per C négyzet, ez egy konstans. Na de a tömeg nem konstans. Tömeg az nagyem C négyzet, az kisem C négyzet, plusz G-szer nagy fi, aki függ a helytől, per gyök 1 mínusz V négyzet per C négyzet, egyenlő az energia egy erőkonstans. Ugye ez lenne a változó tömeg, az a bizonyos relativisztikus tömeg, amit többet nem fogok mondani. Ugye a tömeg per gyök, az most konstans. Ha ez lenne a nyugalmi tömeg, vagy állandó tömeg, az nem konstans. Mert tehát ez egyszerűen rossz eleves. Mire jó ez a képlet? Ez azzal analóg, amikor a klasszikus fizikában azt mondják, hogy E egyenlő mv négyzet per 2 plusz a potenciál egy dimenzióban egyenlő E, és ebből kifejezzük a sebességet. Ilyen gyök E mínusz V megfelelő faktorokkal. Jó? Ebből is ki lehet fejezni a V-t. Tessék kifejezni ebből a képletből a V-t, lesz benne gyök meg egyebek. És az ember elkezdheti ennek, most ez fél óra számolgatás, rajzolgatás, de azt nem lehet látni, hogy mit csinál az ember. Kifejezzük a V-t, de beállítjuk az energiakonstans, mondjuk tegyük fel, hogy ez a potenciál, ez olyan, mint egy elektrostatikus, tehát mondjuk egy ilyen mínusz 1 per R-es. És akkor a végtelenben beküldünk itt radiálisan egy részecskét, adunk neki valami kezdő energiát, és van neki valami kezdő tömege, a végtelenben ez a fi potenciál nulla. És ahogy ezt a képet az ember arra használja, hogy a fázissíkon lerajzoljuk a sebességet a helyfüggvényében, itt is le lehet rajzolni, és az történik, hogy jön befelé a részen, végtelenben elindult egy állandó sebességgel, jön befelé, és egyszer csak, hát érdemes átrendezgetni, lesz egy olyan speciális távolság, ahol eléri a C-sebességet. Hoppá! Eléri a C-sebességet. Ugye itt át van szorozva, az ember varázsol és kifejezi a V-t, kiderül, hogyha bizonyos, egy olyan helyen, ahol ez a fi egy elég negatív érték, egyelőre mínusz mc négyzet per g-vel, ott elérjük a sebességet. De nem megyünk, nem gyorsítunk tovább. Miért? Ha ránézzünk, akkor ez itt negatívvá válik. A gradiens továbbra is befelé húzza, nem? Jön befelé, de mivel negatív a tömege, ezért fékeződik. Formálisan, tehát hogyha a tömeg fogalmát nem használod, a sebesség minden kiküszöbben, akkor egyszerűen le lehet rajzolni, egy ilyen lesz, hogy akkor itt bizonyos távolságnál megáll. A különböző végtelenbeli sebességgel beküldöttek ugyanott érik el a maximális sebességet, de közelebb mennek a centrumhoz. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a bolygómozgás tárgyalásánál hozzászoktunk adni a vonzó potenciál, ez egy J négyzet per R négyzetes effektív taszító potenciált, a centrifugális energiát. Mert van egy ilyen 1 per R-es, és van a másik, ami az 1 per R négyzetes, és van egy ilyen effektív potenciál. Ezért a részecske beljebb megy, mert ott már túl gyorsan kell oldalt menni. Csak az a baj, hogy ez 1 per R négyzetes, ha elég is szingulális a potenciál, akkor akár bemehet az origóba is. Tehát mínusz 1 per R köbös potenciálba bemehetne a klasszikus fizikában. Az origóban végtelen sebességgel, senki nem szól, hogy a relativitás elmélet ezt tiltja. Ez ravaszabb. Ezt a játékot át lehet olyanra játszani, hogy V plusz konstansszor V négyzet, tehát a fi plusz fi négyzetes a potenciál. Akármennyire szinguláris ez még szingulárisabb. Tehát egy ilyen effektív potenciál jön ki, és ezért sosem megy be egészen az origóig. Aztán itt megismétlés, itt eléri megint a mínusz C-t, megy kifelé, aztán csokolom, így mozog. Ilyen furcsa mozgás előfordulhat, hisz mezőben mi van mögött, hogy ez az additív képlet, ha elég negatív a potenciál, akkor negatív tömeget adhat. Na most érdekes módon a 50-es években egy ideig volt egy ilyen magfizikai probléma, hogy az atom magban úgy érezték, mintha lenne valami kemény mag.
a kívülről, amikor ütköznek a részecskék, akkor mint a puha lenni, aztán beér középen, a barackmagon pattanna vissza. És hát akkor az volt a nagy ötlet, hogy ez a kemény mag. Ha relativisztikusan tárgyaljuk, akkor a vonzó erő elég közelre menve átcsap taszító erőben, mert hozzá kell adni ezt a relativisztikus korrekciót, itt vannak ilyen percén nézetek, akkor az visszapattintja. Ez később nem vált be, de egy ideiglenes, ez egy nagyon jó ötlet volt, tehát a Novovászki számításnak ez egy olyan pozitív hozama volt. Na most mutatok egy, most jön a durvább. Az előbb láttuk azt, amikor ez a csatolási állandó konstans. Most látjuk azt, amikor a csatolási állandó a tömeg. Tételezzük föl, hogy a csatolási állandó tömeg reciproka. Elképzelhető-e ilyesmi? Hát miért ne? Matematikán minden elképzelhető, elnézést a matematikusoktól. Na most minden esetre az egy skalár. Mondok mást. A Dirac elméletben olyasmik jönnek ki, hogy a mágneses momentum az E per C-szer a spin, E per M-szer C-szer, a nevezőben van, tehát ezzel arányos a mágneses momentum, a mágneses erőtér által kifejtett erő ezzel arányos, ott speciál a nevezőben van a tömeg, hát elvileg nem tiltja semmi. Nézzük meg ezt az esetet, megint tételezzünk fel egy olyan potenciált, ami az időtől nem függ. Akkor a F0 az megint nulla. Tehát az energia az konstans. Na most nézzük meg ennek mi a hatása, hogy változtatja a Novovászki effektus alapján a tömeget. Azt kell megnézni, ugye, hogy a dmc négyzet per d tau, az az fk szor az uk. Azt mondja, hogy az 1 per m-szer uk dk fi, ez 1 per m-szer a fi-nek a tau szer, fi függ az x-től, függ a tau-tól, ennek a tau szerinti deriváltja. Átszorzunk, m-szer dm egyenlő 1 per c négyzet szer d fi, lehet integrálni, nagy m négyzet egyenlő 2 per c négyzet szer a fi, plusz egy konstans, amit lehet nevezni kis m négyzetnek. Nagy m tehát így függ a potenciálon keresztül a helytől, hogy gyök kis m négyzet plusz 2 per c négyzetszer fi x. No? Ez is egy, hát furcsa-furcsa ilyen. Így függ a potenciától. Az előbb már láttuk azt, amikor additív, ott volt az, amikor exponenciálisan függött, ez a harmadik képlet. Mindenki ne deriválhatja. Na most játsszuk azt, hogy vegyünk egy ilyen állandó erőteret, és nézzük meg a részecske mozgását. Szét kell írni az egyenletet, tehát van az F-nek a nulladik komponense, ami d per d tau-ja a m-szer c négyzet per gyöknek, és van az F-nek a másik három komponense, F alfadik komponens, az d per d tau-ja, ugye itt mit kell beírni, az m-szer a sebességnek a megfelelő komponenseit per gyök. De ide ugye mit írunk be az előbb szerepelt, hogy az az F per a gyök. Jó? A hármas erő per a gyök. De ez nem is kell nekem, hanem azt kell, hogy ide azt írom, hogy 1 per a tömeg szer a hármas gradiense a fi-nek. Megfelelő előjelekkel ez van itt. Egyenlő d per d tau-ja. Ide be kell írni az m-et. És itt van a v per a gyök. De ide van írva, hogy m per gyök az egy konstans. Tehát ez itt, hogy m per gyök, de még egy c négyzetet beírok, akkor ez az energia, azt ki lehet emelni, e per c négyzetszer dv per dt. Jó, itt még van egy d tau. A d tauról tudom, hogy az dt-szer a gyök. Gyökkel átszorzok, gyök per m szer grad fi, egyenlő 1 per c négyzet, e per c négyzetszer dv per dt. Ez már 3-as t. Jó? Hogy volt? Ez már a, nem, bocsánat, ez volt a tau, és akkor most ez már 3-as t. Na de ez megint egy c négyzetet odaírok. Ez megint az energia. Átszorzok, grad fi, egyenlő e per c négyzet a négyzeten szer dv per dt. Szorzók, gyorsulás egyenlő, ha itt jól rakom az előreket, akkor még a mínusz is kijön, egy konstans szor grad fi. Mi ez? Ez a Newton törvény. Jó?
az jött ki, hogy egy relativisztikusan tisztességesen fölírt egyenletből kijött a Newton törvény. Adjunk neki megfelelő potenciált, potenciál az G-szer Z. Annak a gradiense egy konstans. Grad fi egy konstans. Gyorsulás konstans. A megoldás Z egyenlő G per 2 T négyzet. Ha G az a földi gyorsulás, akkor egy év múlva eléri a fénysebességet, és vidáman nő tovább. Az előbb csak elértük és megérintettük egy pillanatra, ebben az erőtérben az jön ki, hogy túl lehet lépni a fénysebességet. Mindenki tudja, hogy nem lehet túl lépni a fénysebességet, hol a hiba? Ezt hívják Marx paradoxonnak, ez egy nagyon mélyen fekvő probléma, ugyanis tessék megint végig gondolni az összes relativitás elmélet könyvnek a struktúráját. Az elején magyaráznak ikrekről, méterrudakról, szimmetriákról, stb. Aztán egyszer csak eljutunk odáig, hogy kezdjünk számolni, bevezetjük a négyes vektorokat, tenzorokat, meg egyebeket, és jó alaposan beverjük a diákok fejébe a formalizmust. És közben elfelejtjük, hogy fizikáról van szó, és mindenki azt tanulja, hogy ha a formalizmus helyes, az nincs syntax error, akkor kielégítettük a relativitás elméletnek az alap koncepcióját. Tehát a szintaktikusan helyes egyenletek halmaza megegyezik a fizikailag értelmes egyenletek halmazával. Nem az igaz egyenletekkel, mondtam már az elején, hogy lehetne föltételezni egy per erre a hetedikenes vonzóerőt, ilyen nincs a természetben, de attól még ki tudom számolni. Matematikailag nincs vele probléma. Meg lehet oldani. Stimmel? Ez is lehetne egy olyan erőtér, ami szintaktikusan helyes. Na de olyan dolog jött ki, ami ellentmond a relativitását alapkoncepciónak, mert ugye ha C-nél gyorsabban megyünk, abból időgép lesz, meg nagymama paradoxonok, meg egyéb ilyen mozsodalmak. Magyarán a szintaktikusan helyes egyenleteknek, vagy formuláknak a halmazán belül valahol ott van a fizikailag elfogadható elméleteknek a halmaza, csak nem tudom, hogy mi az a belső határ. Az ember automatikusan úgy szocializálódik, hogy azt hiszi, hogy az a szintaktikusan helyes, az jó. De nem, ez egy teljesen, amit fölírtam, teljesen tisztességesen. Az indexek a helyükön vannak, ott összegzünk, ahol kell, és nem osztunk nullával, mégis formálisan az jön ki, hogy túl lehet lépni a fénysebességet. Mi a megoldás? Hát azt kell csinálni, hogy minden elméletnek az összes következményét kiszámítani. Ha egyik elméletnek egy fizikailag hibás logikai vagy alapkoncepciónkkal szemben álló következménye van, azt az elméletet el kell dobni. Csak hát kinek van energiája egy elmélet összes következményeit végigszámolni? Jobb lenne, ha lenne valami szintaktikus. Ha ott is lenne valami másik formális eljárás. Ránézek, tudom én, hogyha két K van egy magasságon, akkor kidobom a diákot, és akkor megbukott. Szóval, de itt ez nincs. Mi van ehelyett? Szóval ez a Marx paradoxon. Ebben a konkrét esetben van rá megoldásom, azt még nem sokára elmondom. De senki nem biztosít arról, hogy holnap után valaki nem ír föl még öt másik ilyen egyenletet, amiben ilyesmik vannak. Valahol a Raskónak az egyik könyvében van egy ilyen, de az egy elektrodinamikai túlhajtott, ennél sokkal bonyolultabb feladat, ami ötödik derivált van valami elektrostatikus feladat, vagy az elektrodinamikaiban, és ott is ez így felléphet. Ez sokkal egyszerűbb annál. Tehát azt mutatja az is, hogy lehet kitalálni olyan relativisztikusan, szintaktikusan helyes képetet, amelyek fizikailag értelmetlen eredményre vezetnek. Annál nem tudom, hogy mi a megoldás, hogy milyen alapon tudom azt kizárni, azon kívül, hogy ilyen nem jöhet ki és kus, hanem akkor mit lehet helyette mondani? Ez egy érdekes és, hogy mondjam, ilyen izgalmas, nyitott kérdés. Akkor most ez a következő második adag volt, most meg lehet kérdezni, mert most valami olyan bemegyünk bele, ami hosszabb, és ez már reméletek új lesz. Igen? Ez egy másik elmélet. Tehát most a speciálen belül vagyunk. Természetesen. Speciálen belül is. Miért ne lehet? Ugye ez az átrendnek az egyik verziója, amit eredetileg föltettek. Nem arra. A speciálben is, ha nem a testetlen szinkronizáció, igen? Akkor fénysebesség, nagyobb sebesség is. Jó, nyilván azt veszem. A fénysebesség nagyságáról van szó. Igen? Miért?
Változhat, de itt most nem az a kérdés. Nyugodtan, de akkor nem itt kell, nem ezzel a lépésnél kell bemennünk, hanem akkor a jóval korábbi képleteink is mások, mert akkor ahol deriváltam, akkor ott a C-t is deriválgatni kell. Nyilván, igen. Azért mondom, akkor az egész úgy, ahogy van. De itt most nekem az a probléma, hogy eddig betartottam a relativitást, a szokásos szabályokat. A C az egy konstans volt, az csak azért írtam oda, hogy dimenzióra helyes legyen, lehetett C-gyel egyben is számolni, de mégis föllépett. Tehát ez a probléma, ez nem függ össze azzal, amit mondasz. Teljesen igaz, lehet, hogy elméleteket is. Igen, mondom. Lehet, de ez mondom, ez annak az elméletnek, hogy beállomban C konstans, ettől ez az elmélet akkor önmagában így most problematikus. Lehet, hogy egy általánosabb elmélet helyre hozza ezt, ez elképzelhető. Igen. Bocs, parancsolj. Amikor a C sebességet eléred, akkor a négyzetgyök az nullával válik. Igen. Az nem gond? Na, hát az ott egy olyan 0/0, ezt annak idején a Marx részletesen elemezgette, tehát meg lehet csinálni ezt az egész számolást úgy, hogy ha én azt ott átrendezgettem volna, ja nem, ezt is ott. Na, bocsánat, itt most a gyök alatt képzetes mennyiségek lesznek, és a tömeg is képzetes lesz, itt van a tömeg. Ennek az a megoldása, mindjárt mondom, tehát itt ugye ott a végső képletekből, mivel az egyenlő konstans, kiesett a tömeg meg minden, de valahol föl volt írva, hogy itt most mi az energia. Mi az energia az olyan, hogy a tömeg per a gyök, tehát most így írom, hogy m négyzet plusz 2 per c négyzet szer fi per 1 mínusz v négyzet per c négyzet, ez az szer c négyzet, ez az energia. Tehát itt az történik, hogy amikor túllépjük a fénysebességet, ez is nulla, az is nulla. És ez is negatívá válik, az is negatívá válik. Magyarán a tömeg képzetes lesz. Ebben a konkrét esetben ez a probléma, hogy a tömeg képzetes. Na de pillanat, mondom, az egészet el lehet mondani tömeg nélkül is. Tehát a tömegfogalom bevezetési nélkül csak olyan betűkkel manipulálva, amelyekkel nincs probléma. Úgy is meg lehet fogalmazni. Tehát ezt el lehet kerülni. De majd megmutatom, mi az, ami szintén képzetes rész és problematikus, igen. Az egyik, amit ehhez tennék hozzá, hogy feltételezzük azt, hogy ez az erőtér, ez egyben elnézett. Nem tételeztem fel. Semmit nem tételeztem fel. Nem. Itt a végén azt mondtam, hogy az erőtér lineáris. Okay. Itt csak annyi volt, hogy időben állandó. Ennek semmi köze. Nincs. Ilyen korát nincs. Másik viszont az, hogy a Jánosi, a 70-es években csinálta lehet, hogy a 60-asban, hogy a Nordström elméleti egész szintet tetszik a törésmutatóval, és kvalitatívvel neki már meglehetnek azok a hatások, amik a Merkur pályára fordulásért a fény elmondás. Valószínűleg rosszul határoztam ezt a törésmutatót, mert hogy meg lehetett ezt így is határozni, hogy a valós értékek jöjjenek ki. Tehát elvileg annak is van realitása. Megint ugyanazt mondom, hogy ha egy másik elméletben dolgozunk, akkor más jön ki. Én igyekszem ragaszkodni a Spetzlerhez, csak olyan összefüggéseket megkeresni, amik nem szerepeltek korábban. Tehát nem akarok alapvetően módosításokat. Igen? Illetve, hogy az, amikor kiszámolták, hogy ez nem tudom, hogy akkor ezt pont úgy kellett kiszámolni, mert itt te meg egy másik interpretációt is mondtam, hogy illetve korábban sem úgy értem, hogy jó kiszámolták, és akkor összehasonlították. Tehát megvannak a kísérletezőknek a jóslatai előre, még a mérés előtt megvoltak, hogy ez mit mond, az mit mond. És az a nem stíme. Igen. Amit te mondtál, ez ugyanaz pont, mint a ez az volt. Neki több verziója volt, ez az egyik volt, amit a legegyszerűbb. Mindegyik nem stimmelt valahol. Szóval olyan volt. Ez benne van a vízgimben. Nagyon igen. Tipikus, a vízgimben benne a tipikusan az volt, hogy a Merkur-Fehérünk vándorlása olyan kicsit ilyen 6-17 ilyenek összett ki. Szóval az volt tényezők volt. Minden kicsi, szóval minden perturbációba jön be, és akkor additív
valami egyik a másiknak a számszorosa, ilyen dolgok jönnek ki. No, akkor most, ha nincs további kérdés, akkor most viszont rátérek valamit, mondtam az elején, hogy hogy lehet ezt szerintem tisztességesen megcsinálni. A tisztességes származtatás az egyeneteknek az a variációs elvekből van, mert abból akkor nem jönnek ki ellentmondások. Tehát amit ugye az elmélet különböző részeit elővettek analógiásan a klasszikusban, és összerakták, hát az nem megy, hát akkor most csináljunk egy rendes variációs elméletet. Fárasztottál minket, hogyha valami hiba van benne, nem egy részében. Itt a Ván Péter, aki a variációs számítás nagymester, aki bármihez tud Lagrange függvényt fölírni, szóval... Na. Következőt kéne csinálni, ugye analógia megint a klasszikussal. Tehát az anyember azt mondja, hogy LQQ.T, valami ilyenek. Most egy részecskét szeretnék vizsgálni, akkor az ember azt mondja, hogy R vektor, sebesség vektor és idő, ettől függ a Lagrange, hatásintegrálja ennek az idő szerint integrálja, és akkor azt kell megvariálni, hogy ez nulla legyen. Mi lehet ennek az analógia? Hát a R helyére írjuk az XK 4-es vektort, a V helyére beírom az út. Mi a keresett függvény? Ugye itt QT-k voltak, tehát az R-et keresem a T függvényeként, itt az XK-t keresem a tau függvényeként, erre hajtunk. Az U az annak a tau szerinti deriváltja. Első állításom, hogy a tautól nem függhet a Lagrange. Mert ugye ez nem egy, hogy mondjam, egy ilyen külső koordináta, mint az idő, hanem ez egy if-posz paraméter, ahogy megy a részecske, ide ér egy másik módon, akkor az egy másik. Tehát hogy nem ennek a pontnak a jellemzője, hanem az odavezető útnak a jellemzője, tehát az nem szerepel a Lagrange-ban. Miért szokott szerepelni a Lagrange-ban az idő? Mert olyan rendszereket vizsgálunk, amelyek nem zártak, tehát például megy a kondenzátorban az elektron, és a kondenzátorra rákapcsolunk valami külső erőteret, időfüggőt, hát ez nálunk már benne van itt, az időfüggés itt benne van. Tehát ilyen alakú Lagrange-t kell fölírni. Akkor ezt kéne, tehát egy olyan hatásintegrált kéne fölírni, hogy integrál d tau, L, aki függ az x-ektől, meg az u-któl, és ezt kéne variálni. Na, a probléma az, hogy az u, az kielégít egy mellékfeltételt. Igaz az, hogy uk, uk, az c négyzet, ez egy anholonó mellékfeltétel. Tehát úgy kéne variálni, hogy ezt kielégítsük, nem lehet csak úgy durbele megvariálni az x szerint, mert akkor az uk nem fogják kielégíteni. Ennek két tisztességes feloldási módja van. Az egyik az, hogy az x-et nem a tau-val paraméterezem, hanem bevezetek egy tetszőleges vevőparamétert, és akkor az e szerinti derivált x pont k, az a dxk per dvv, arra már nincs mellékfeltétele. Az idő az a negyedik koordináta, vagy nulladik koordináta. Az benne van. Ezt meg lehet csinálni a klasszikus fizikában is. Tehát be lehet vezetni nulladik Lagrange koordinátának az időt, egy tetszőleges külső paraméter függvényeként. Nagyon boldog voltam, amikor levezettem, kevésbé voltam boldog, amikor a Ráncos Korinának az 1939-es könyvében megtaláltam. Na mindegy, szóval ezt már rég megcsinálták a klasszikus fizikában. Tehát ugyanezt itt is meg lehet csinálni. Mire kell ügyelni? Hát akkor ki kell fejeznünk a taut. Hogy néz ki a tau? D tau az GKL-szer DXK DXL, az GKL-szer az XK pont XL pont szóra DVV a négyzeten. Ez a D-tau négyzet. És akkor itt még van egy C négyzet is. Akkor a D-tau, amit ide beírunk, az ennek a gyöke. Stimmel? Másrészt az út is úgy kell fölírni, UK, az a DXK per D-tau. Tehát UK az... Itt van egy C, C-szer, DXK per egy DVV, és ide be kell írni bővítésként a DVV per D-taut, amit innen látunk. Tehát ez C-szer az XK pont per gyök alatt GPQ XP pont XQ pont, ezt kell beírni, tehát ezt kell az új helyére. És akkor a hatásintegrál ilyen oltári ronda lesz. S egyenlő integrál, a d-tauhoébe be kell írni ezt, tehát 1 per c-szer gyök alatt, mondjuk g s t x pont
sx.t, szer kell írni a Lagrange-t, aki függ az x-ektől, meg az úk helyébe behelyettesítve ezt, hogy x pont per ez a randa gyök. És akkor itt is van x pont, itt is van x pont, itt is van x pont, meg itt is van x pont, és ezt az egészet, és ez most már vevés szerint van integrálva, ezt tekinti az ember egy új lambda Lagrange-nak, ami függ az x-től meg az x ponttól. Jó, tessék lederiválni x és x pont szerint, és fölírni a variációs egyenleteket. Én megcsináltam, Isten bizony. Sokáig tart. Jó? Ez az egyik lehetőség, és akkor nincs semmi probléma. Másik pedig, hogy Lagrange multiplikátorral veszük figyelembe a kényszert. Csak az ember azt tanulta, hogy egy holonom kényszert figyelembe lehet venni Lagrange multiplikátorra, egy olyan holonomot nem. Mert különben a korcsolyát, meg a gördül, a kereket, meg innen milyen jól le lehetne írni multiplikátorral, de hát a holonomot nem lehet. Kivéve ezt. Ha ezt én Lagrange multiplikátorral figyelembe veszem, akkor tök ugyanaz jön ki, mint ezzel a bonyolult módszerrel, becsület szóra. No, tehát ezt mindenki le tudja deriválni, ugyanaz jön ki. Ezért én most úgy módosítom a feladatot, hogy van egy L függ az X-től, U-tól, és csinálok bele egy elvesző Lagrange-t, amit úgy csinálok, hogy levonom belőle nullára redukálva a kényszert. A kényszert úgy írom, hogy GKL-szer UKUL mínusz C négyzet, ez ugye nulla, és adok neki egy multiplikátort. Milyen betűvel? M-mel jelölöm a multiplikátort, jó? Nagy M-mel. Sőt, nagy M per kettővel. Mínusz nagy M, ami az időnek egy ismeretlen függvénye, per kettő. És ez lesz az új Lagrange, aki most már függ az X-ektől, az U-któl, meg az M-től, meg hát nyilván függni kell az M ponttól, de attól speciál nem függ az M ponttól. Vezessük be a következő rövidítéseket. PK az a Lagrange-nak az UK szerinti deriváltja, QK az a Lagrange-nak az XK szerinti deriváltja. Ez ugye általánosított impulzus, általánosított erő. Akkor bevezetjük a PK vesszőst, ami a Lagrange vesszősnek az UK szerinti deriváltja. Az innen ad egy DL per DUK-t, mínusz amikor jön, itt van egy U, ennek a deriváltjaként, és még jó, hogy oda tettem a kettest, M-szer GKL-szer UL, vagy rövidítve, ez az eredeti PK, mínusz M-szer UK, alsó indexes UK. Mi lehet a nagy, a QK vesszős, az az L vesszősnek az UK, a XK szerinti deriváltja? Az láthatóan csak a DL per DXK-nak. Miért? Mert nem az átrelben vagyunk. Az átrelben a GK is függ, a GK is függ. Ha lederiválom, ez a számolás, ez tök ugyanígy megy az átrelben, csak megjelenek a metrikus tenzornak a deriváltja is, és így összeállnak azzal, amivel kell. Jó? Tehát ezt a számolást lehet úgy tovább csinálni, tehát ez megegyezik a QK-val. Még bevezetek egy rövidítést, a DPK per D tau, mi... Ez a 1 minusz 1 minusz 1, speciálben vagyunk. Ez a G. Jó, de ott is lehetne hülye koordinát rendszert fölírni. Nyilván. De jó, föl tudsz írni. Föl tudok. Jó. Most én bevezetem ezt a mennyiséget, ez is egy négyes vektor, elnevezem FK-nak, hát jobb hiány. Na most akkor hogy néznek ki a mozgásegyenletek? Kétféle mozgásegyenlet. Ugye, ja, még bocsánat, még az M szerinti deriváltak is kellenek. Kell a Lagrange-nak az M szerinti deriváltja, ami pont az, hogy 1/2 GKL UKUL minusz C négyzet. Másrészt kell a Lagrange-nak az M derivált szerinti deriváltja, az meg nulla. Ezért a hozzátartozó Euler-Lagrange egyenlet az, hogy ez nulla. Jó? Tehát a UK-UK egyelő C négyzet, ahogy szokás, a kényszer az kijön, mint mozgás egyenlet. Ugye így illik. Hogy néznek ki a P-kre vonatkozó, a P-vesszősökre vonatkozó mozgás egyenletek? DPK vesszős per D tau egyelő QK vesszőssel. Ez a mozgás egyenlet. Helyettesítsük be most ezt, hogy ez akkor a d per d tauja a pk minusz m szer uk-nak. Ez egyenlő qk-val. Tehát ez akkor dpk per d tau minusz d per d tauja az m szer uk-nak, ez egyenlő qk-val. Rendezzük át, d per d tauja az m szer uk-nak, egyenlő dpk per d tau minusz qk, ezt neveztem fk-nak, megkaptam a mozgástörvényt, d per d taója m-szer uk-nak egyenlő fk. Figyelem,
ezt már többször felhasználtam korábban, de csak hipotézisként, hogy valahogy így néz ki a részecskének a mozgás egyenlete egy valamilyen adott erőtörvénnyel. Most az erőre adta képlet. Tehát a Lagrange függvény deriváltjaiból összehagható ez a jobb oldalon levő erő. És akkor mindenki látja, hogy ez a nagy M multiplikátor játssza a tömegnek a szerepét. Mi hiányzik? Na mennyi ez a tömeg? Mit kéne csinálni? Az ember figyelembe veszi, hogy a Lagrange nem függ a tagútól. És akkor érvényes a Beltrami tétel, hogy a klasszikus fizikában azt mondtuk, hogy ha a Lagrange nem függ az időtől, akkor bevezetjük a Hamilton függvényt, ami a P szer Q pont mínusz a Lagrange, és akkor ennek az időderiváltja az egyenlő mínusz a Lagrange-nak a parciálisa a T szerint, és ha ez nulla, akkor a H az állandó, és azt hívjuk energiának. Hát most itt is fönnáll egy ilyen tétel, mégpedig az elvesszősre. Tehát számítsuk ki ezt a Hamilton függvényt, ami a PK vesszős ször az UK mínusz a Lagrange vesszős. Jó. Na most az a PK mínusz M-szer UK szorozva az UK-val, mínusz az eredeti Lagrange plusz M per 2 ször GKL UK UL mínusz C négyzet. Erről tudjuk az egyik mozgás egyenlet szerint, hogy az nulla, az nem érdekes. Marad az, hogy PK UK mínusz a Lagrange mínusz M-szer UK UK az C négyzet. Ez az effektív Hamilton függvény. Na most ezt a variáció számításban megmutatják, hogyha a végpont is változhat, akkor a Hamiltonnak az értéke nulla. Tehát a variáció számítás határképletét kell használni. Ennek az értéke tehát nulla. Mondom másképp, hogyha azzal a csúnya módszerrel számolnám ki, akkor lenne ezzel egyező, hogyha itt nulla. Ezért azt kapom, hogy M egyenlő, ez itt mi? Ez a, nem a vesszős Lagrange-nak, hanem az eredetinek. H per C négyzet. Ezt írom a pólomra. Jó? Nem azt, hogy E egyenlő MC négyzet, hanem H egyenlő MC négyzet. Most ez egy olyan probléma, amivel már régen találkozott az ember a ilyen félig számolós, félig dumálós irodalomban. Az ember azt mondják, hogy erre sokan rájöttek, hogy azt kell Hamiltonnak nevezni, hogy PKUK mínusz Lagrange nyilván. Ahol PK az a Lagrange-nak a deriváltja, és ezt elejtődinamikán meg ilyen helyen alkalmazták. Az volt a probléma, hogy ez láthatóan skalár. De az energia az viszont nem skalár, hanem az egy négyes vektor nulladik komponense. Most akkor ez hogy lehet az energia? Hát az a válasz, hogy ez nem az energia, hanem a tömeg. A relativisztikus Hamilton függvény az a tömeg. Stimmel? És mivel kényszer áll fenn, ezért ez nem állandó. Jó? Tehát semmi probléma. Ezek szerint akkor most leírom a rövid receptet, amit mindjárt alkalmazni fogunk bizonyos speciális esetekre. Tehát az ember felírja ezt az L-et, ami függ az X-től U-tól. Definiálja PK egyenlő D Lagrange per DUK-t, definiálja nagy Q-kát, D Lagrange per DXK-t, definiálja az FK-t, hogy DPK per D tau minusz QK, definiálja Hamiltont, hogy PKUK mínusz Lagrange, és definiálja a tömeget, mint H per C négyzetet. És azt kell felírni, hogy DMUK per D tau egyenlő az FK, és az előbb kiszámoltak alapján ez átírható projektorosan olyan alakra, hogy M-szer DUK per D tau egyenlő a projektor delta KL mínusz UK UL per C négyzet szer a FL. Tehát ez a recept, ez hiányzik a relativitás könyvekből, az általános kovariáns Lagrange formalizmus. Na most, hogyha itt a számolásban betettem volna azt is, hogy a metrikus tenzor függ a helytől, annak megjelentek volna a deriváltjai itt, egyrészt. Másrészt ennél a lépésnél, amikor ezt az út deriválom, ezt az út is úgy kapom, hogy G lehúzza a felső indexet, és ennek a deriválásánál itt megint megjelentek volna a metrikus tenzor deriváltjai, és azok csiribi-csiribi, magic módon összeállnak a Christoffel szimbólumokká. A végső egyenlet tök ugyanez lett volna, csak ezen a helyen a kovariáns derivált van. Itt meg itt. Jó? Általában teljesen ugyanez a számolás. Na nézzünk néhány speciális esetet.
speceset, szabad részecske. A Lagrange az nulla. Nem, hát mínusz MC négyzet, megmondta Balázs Balcs, ez egy konstans. Láthatóan ennek az összes deriváltja nulla. PK egyenlő nulla, QK egyenlő nulla, ezért az FK is nulla. Mennyi a Hamilton? PK, UK mínusz Lagrange, az mínusz Lagrange, az MC négyzet. Mennyi a tömeg? Hamilton per C négyzet, az ki sem. Hogy néz ki a mozgásegyenlet? D per D tauja az M szer UK-nak egyenlő nulla. Mert az F az nulla. Ahogy az ember elvárja. Szabad részecske, állandó sebességgel mozog. Következő eset. Mozogjon a részecske skalármezőben, négyes skalármezőben. Legyen egy fi skalármezőnk. Akkor hogy lehet ezt beírni a Lagrange-ba? Első lépés, hogy a Landau csinálja. Nem tudom, emlékeztek el, hogy csinálja a Landau a klasszikus mechanikában. Hibás érveléssel kimutatja, hogy a szabad részecskének MV négyzet per 2 a Lagrange-a. Ha nem szabad, akkor adjunk hozzá egy mínusz végig R potenciált. Miért nem szorozzuk? Miért nem osztjuk? Miért nem hatványozzuk? Adjunk hozzá. Hát itt is most azt mondja az ember, hogy csináljuk azt, hogy a szabad részecske hatásintegráljához, mínusz MC négyzet D tauhoz, integrál D tauhoz, adjunk hozzá valamit, ami a skalármezőből. Ugye a skalármezőből meg a részecske adataiból kell csinálni valami skalárt. A hatásintegrál az ember elvárja, hogy a skalár legyen. Bonyolultabb esetben még azt kell hozzátenni, hogy valós skalár, amikor komplex mezőkkel dolgozik az ember, azt is kell mondani, hogy valós, akkor nem, mert hozzáteszi a komplex konjugátát, stb. Hát itt ennek a legegyszerűbb módja az, hogy mínusz, a mínusz az csak konvenció, egy csatolási állandó, szor a skalár potenciálnak a tau szerinti deriváltját veszem, vagy integrálját veszem. Ez egy standard eljárás. Részecske fizikában így csinálják, majd mindjárt mutatom egy általánosabb esetet. Na de hát ezeket össze lehet vonni egy képletté, mínusz mc négyzet plusz g-szer fi x d tau. Hát ez ki? Hát ez a Novobatsky tétel szerinti nagy mc négyzet. Amikor kiintegráltuk, tehát mondhatom azt, hogy ez mínusz c négyzetszer integrál nagy m függ x-től d tau. Ott a konkrét képlet. Na most hogy néz ki? Tehát a Lagrange függvény az ennyi. Jó? Nézzük meg a deriváltjait, amik kellenek. Hogy néz ki a PK? Tehát a L az a mínusz nagy M, aki függ a helytől, C négyzet. PK az a Lagrange-nak a UK szerinti deriváltja, az nulla. QK az a Lagrange-nak az X szerinti deriváltja, XK, az mínusz C négyzetszer DKM. Ha ebbe behelyettesítek, C négyzetszer M-nek a deriváltja az G-szer fi. Ez mínusz G-szer DK fi. Ez a QK. Mennyi az FK? DPK per D tau mínusz QK, hát akkor az plusz G-szer DK fi. Mennyi a Hamilton? Az PK UK mínusz a Lagrange. A PK az nulla, ez a kanonikus impulzus, akkor ez egyszerűen mínusz a Lagrange, azaz plusz MC négyzet. Hát inkább úgy mondom most egyre, hogy kis MC négyzet plusz, ez csak most a rövidítés volt, de most itt tartunk, hogy G-szer fi. Mennyi a tömeg? H per C négyzet, kis M plusz G per C négyzet szer fi, ezt mondta Novobatsky. Stimmel? Nem kellett feltételeznem, a formalizmus automatikusan kidobja a skalármezőben ezt a képletet. Hogy néz ki a mozgásegyenlet? Mozgásegyenlet d per d tauja az m szer uk-nak egyenlő fk-val, ezt kell behelyettesíteni, vagy ha jobban tetszik, m szer d per d tauja, m szer d per d tauja az uk-nak, az egyenlő a projektor delta kl minusz uk UL per C négyzet szer, be kell írni az erőnek a megfelelő komponensét, erőnek a megfelelő komponense G szer DK fi. M helyébe beírod és megkapod azt, amit korábban már mutattam, azt a logaritmikus jellegű kifejezésnek a deriváltját. Na most el lehet játszani más skalár elméletekkel, például a Nordströmmel, meg az egyperemmessel. És kiderül, hogy tök
azonosak matematikailag. Ha én egyszerűen azt mondom általánosan, hogy van egy teljesen általános ilyen képletem, hogy a Lagrange egyelő mínusz C négyzetszer integrál, valamilyen függvénye a φ-nek, ami függ az x-től, jó? És ezt kell d tau megintegrálni, és úgy képzeljük, hogy az x az a tau-nak az ismeretlen függvénye, akkor az fog kijönni belőle, így tessék végigszámolni, megint az jön ki, hogy ez az m az a tömeg. Tehát ez itt egy tetszőleges függvény volt, de ő játssza a nyugalmi tömegnek a szerepét, és akkor a mozgásegyenlet az olyan, hogy duk per d tau egyenlő a projektor delta kl minusz uk ul per c négyzetszer dk-ja logaritmusa ennek az mx-nek per egy m0 konstans. Mindegyik esetben ez jön ki. Az elméletek egymással ekvivalensek. Az egyik az a x, amilyen Nobel-díjat adtak. A másik a Nordström, amit eldobtak. A harmadik az, amiből az jön ki, hogy meghaladjuk a fénysebességet. És matematikailag ekvivalensek. Mi a különbség, hogy milyen M-képletet írunk be? Az egyik esetben az volt az M, hogy tehát ez kis M plusz G per C négyzetszer Φ. Ezzel milyen matematikai bajok lehetnek, hogy a Φ negatívvá válik? Ennek még örültünk is, ez kiadta a potenciált taszító magját. A Nordströmnél az volt, hogy m kis m szer e ad fi per c négyzet, ezzel semmi baj, mert ez végig rendes pozíció. Harmadikkal az volt a baj, hogy az olyan volt, hogy m négyzet plusz 2 per c négyzet szer fi, ezzel az a baj, hogy képzetessé válhat. Na hát akkor a Marx paradoxonnak ebben az esetben az a megoldása, hogy a Lagrange függvény mindig valós. Bocsánat, ez a hatás volt. A Lagrange függvény mindig valós. Tehát, hogyha abban a tartományban maradunk, ahol a Lagrange valós és nem megyünk ki, akkor nem léphet föl olyan potenciál, amelynél túllépsz a fénysebességet, mert abban a pontban lépnénk túl a fénysebességet, ahol a Lagrange képzetessé válik. Na ez volt ez az eset, következő eset, négyes vektormező. Hármas négyes vektormező. Akkor azt mondjuk, hogy megint... Ugye ez most már, pillanat, az előbb azt mondtam, hogy csak így hozzáadtuk. Most ez már akármilyen ronda függvénye lehet, csak legyen diffható. Oké? Na most, négyes vektor mezőnél megint azt szokás mondani, a hatásintegrál az mínusz mc négyzetszer integrál d tau. Mínusz megint egy csatolási állandó. Van egy akx négyes vektorom, akkor ezt így szokták írni, hogy akx szer dxk. Tehát akkor a Lagrange függ, és akkor itt most bővít az ember egy d tau-val, és akkor azt mondjuk, hogy ez integrál Lagrange d tau. A Lagrange akkor az mínusz mc négyzet, mínusz e per c-szer ak uk. Ahol a a helynek egy téridőnek egy függvénye. Hogy néznek ki a képleteink? Pk, az a Lagrange-nak az uk szerinti deriváltja, az mínusz e per c-szer ak. Ide mindenki látja, hogy ennek nincs ténylegesen impulzus jellegű, ez nem függ a részecskétől ez a külső erő. A QK-t úgy kapjuk, hogy a Lagrange-t deriváljuk az XK szerint. Hát most akkor itt ugye átírja az ember ezt rendesen AL-UL-re, akkor ez mínusz E per C-szer DK-ja az AL-nek, szorozva az UL-lel, az nem mező az a részecskének a tulajdonsága. Akkor ki kell számítanunk a pk-nak az időderiváltját. Ugye ezt úgy képzeljük, hogy az u függ, a függ az x-től, a részecske megy és az x függ a tautól, hát akkor a mínusz e per c-szer, az ak-t lederiválom xl szerint, szorozva az xl-nek a tau szerinti deriváltjával, ez mínusz e per c-szer, ez az ul szer a dl ak. Mi lesz a erő fk? Az a dpk per d tau mínusz a qk. Ennek a kettőnek a különbsége az e per c-szer ul-szer dk al mínusz dl ak. Régi kedves barátunk, az elektromágneses térerősség tenzor megszületett. Tehát e per c-szer fkl ul. Mennyi a Hamilton? Pk uk mínusz Lagrange. Pk, az itt van, az mínusz e per c-szer ak. Ezt meg kell szorozni uk-val, és levonni a Lagrange-t. Tehát mínusz mc négyzet mínusz e per c-szer
AL-UL, az U-ben lineáris tagok kiesnek, ahogy ez szokásom. Jaj, bocsánat. És akkor ez MC négyzet. Egyik az innen van, másik onnan meg fordítva, ennek a kettőnek a különbsége. Jó? Csiribi, ugye itt ezt kellett deriválni XK szerint, ott viszont az AK-t kellett az idő szerint, és azért jött be az L-es szorzó. Jó? Na most, akkor az MC négyzet, ezért a tömeg, ami a Hamilton per C négyzet, az a Kisemmasz konstans. Elektromágneses, vagy pontosan a négyes vektor mezőben a tömeg állandó. Mert ez az erő, ez merőleges a négyes sebességre, mint látjuk. A mozgásegyenlet d per d tau-ja m szer uk-nak egyenlő az erővel, azaz e per c szer fkl ul, és innen az m-et ki lehet emelni, m szer d uk per dl, ez benne van a landóban, mint az elektromágneses esetben a mozgásegyenlet. Következő eset. Legyen most skalár plusz vektormezőnk. Jó, mind a kettő legyen, hiszen a valóságban is van. Akkor a hatásintegrál az mínusz mc négyzet szer integrál d tau, mínusz g szer integrál phi x dx, vagy bocsánat, d tau, mínusz e per c szer integrál ak uk d tau, tehát a Lagrange az mínusz mc négyzet, mínusz g szer phi, mínusz e per c szer ak szor uk. Tessék így végig számolni. Az jön ki, hogy a tömegnél ez a rész kiesik, tehát a tömegre az jön ki, hogy kis m plusz g per c négyzet szer a phi, tehát a skalármező beledumál a tömegbe, de a négyes vektormező nem dumál. A erő viszont az itt kiszámított két erőnek az összege. Tehát lesz egy ilyen tag, meg egy ilyen tag, és ennek a kettőnek az összege. Mi van akkor, hogyha gravitációs erő is van? Azt ugye úgy kell csinálni, hogy az elején megengedjük, hogy a G, a metrikus tenzor vált függjön a helytől. Akkor itt a bal oldalon megjelennek ennek a helyén megjelenik a DUK per DTAU, az akkor a közönséges derivál, DUK per DTAU plusz gamma, bocsánat, felső indexesen írom, föl lehet annak is vinni az indexét, gamma KLM UL UM, és ezt a tagot át lehet megint dobni a másik oldalra, és akkor a többi erőhez hozzáadódik egy gravitációs erő is, hogyha éppen jobban tetszik. Jó? Újabb eset, amit viszont mindenkire rábízok, hogy otthon számolja ki, és próbálja meg enélkül kiszámolni, tenzormező. Van egy szimmetrikus tenzormezőnk, TLK, X, és ez nem lesz azonos a gravitációs esettel, hasonlít hozzá, bejönnek Christoffel-szerű képletek, a Lagrange az mínusz mc négyzet integrál d tau, mínusz egy konstans, amit nem írok oda, szor 1 kettet szer integrál d tau tkl x uk ul. Marha ronda, de ezzel az eljárással véges idő alatt végig számolható. Jó? Mindaz, ami enélkül kijön, ezzel triviális módon, ezzel a számolással néhány sorban kijön, tehát ami benne van a Landauban, az ugyanúgy van, ami nincs, az kijön, és amit a kvantumtérelméletben kiszámolnak, és abból visszahúzzák a klasszikusba, a skalármezős, az is stimmel ezzel az eljárással, és ez az eljárás ez automatikusan tartalmazza magába a Novovácki féle effektust és egyebeket. Jó, ez itt a következő, és már csak egy adag van hátra. Lehet kérdezni. Igen? Még egyszer. A Higgs mező is létezik. Csak azt egészen másképp közelítjük meg. Miért? Miért szokás másképp? Vagy az, hogy kvantumelmélete számolják? Miért az elektrodinamikát is szokták kvantumelmélete számolni? Mondtam, hogy ez a klasszikus skalár elmélet. Azt mondom, hogy visszakaptad, amit eddig is visszakaptad. Kivéve az, hogy valami ortogonális, nem csak ortogonális az erő az. Annak azt mondom, hogy annak nincs. Nem jelentek igazából.
honnan tudod, hogy nincs a X mezőnek makroszkopikus megjelenése? Én abban bízom, hogy lesz. Na, hát, ezt jóslom. De például ettől konkrétan nincs. Ez egy elméleti fizika. Nincs laborkísérletem hozzá nyilván. Akkor még egy kérdés, Franz Dinken. Tehát nem. Skalármező plusz az átrá. Igen. Ne lehet tenni. Tedd be a csak ott speciális módon teszik be. Akkor igen. Hogy? Nem értem. Amikor ott megengedtem, hogy függjön. Nem, itt nem a gravitáció elméletet kapom. Ez az az elmélet, hogy adott téridőben mozognak a részecskék. Igen. 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 Hát ott abba azt hiszem másképp teszik be, vagy többféle variációt láttam, hogy másképp teszik be a skalármezőt. Ez az volt, tehát hogyha azt mondom, hogy van egy ilyen M, valahol már letöröltem, van egy M, ami függ az X-től, integrál dtau, és a dtau-ban szereplő metrikus tenzor függ a helytől, ez egyfajta skalártenzor elmélet. Tehát a gravitáció skalármezővel. Kijönnek belőle azok az egyenletek, amiket mutattam. Csak a bal oldalon ott van a kovariáns derivát, jobb oldalon meg ott van annak a skalár mezőnek a logaritmikus gradiense. És akkor ez nem ugyanúgy hoz, mint a Nordström? Én ezt nem a gravitáció helyett mondom. A Nordströmöt a gravitáció helyett mondták. Ez egy másik. Ez, ha van egy skalár mező elmélet, a valóságban azt így kell tárgyalni. Még egyszer. Én azt mondtam az elején, hogy hiányzik a relativitás könyvekből az általános dinamika. Ez az általános dinamika, amelyet lehet egyszerű speciális. Most a végén fölírtam egy olyat, amire nincs időm kiszámolni, az nincs benne. Azt nem számoltál ki, mert az anélkül, hogy a fenébe számolod ki. Mert arra nincs közvetlen ötlet meg példa. A skalármezőt kiszámolták a mezőelméletben, és onnan vissza lehet specializálni. Ezt nem számolták ki. Igen? A variációszámítást csinálunk, akkor Lagrange egyenletek. Igen. Akkor miért megyünk át Hamiltonra, mert a Lagrange egyenletek nem hozzák ki ugyanezt. Nem a Hamilton egyenleteket, ezek Lagrange egyenletek, de amiket én föl... A Lagrange egyenlet az az, hogy dl per dx, ez volt. D per dt-z, dl per dx pont, akkor ez nem hozzák. Az volt az, de a... Bocsánat, én ezt az egyenletet. A H-hoz csak egy rövidítés, írhattam volna a B-t, hogy a Beltrami függvény, ahogy mostanában szokták hívni. Ezt mutattam. Bevezettem, de az L-vesszőt kell lederiválni. A L, aki függ az X-től útól, mínusz 1/2 GKL. Nem ott, az elektromágnességnél. Az elektromágnességnél. Igen? Igen? Jó? De ez a vessző nélküli. Ehhez kell hozzáadni azt a... Itt nincs vessző, csak egyetlen egy len van. S egyenlő, M-szer, C-nézet, mínusz A. Jó. Bocsánat, azt variáltam, hogy ehhez hozzáadtam még az S vessző, az az S mínusz integrál D-tau a... M per 2-ször GKL UKUL minusz C nézet. Ezt variáltam, bocsánat. Az csak a rövidítése, hogy ez a kiinduló lagranzsom, amiből csinálok elvesszőt, és annak az Euler lagranzs egyenleteit írtam föl. Nem a Hamilton egyenleteket írtam föl, nincs Hamilton. Ez csak a Hamilton függvény, vagy Beltrami függvény precízebben az amit H-val jelte. Írjuk ki azt, hogy B egyenlő MC nézet, jó? Igen? Igen, parancsolj. Hogy tömege? Nem értem. Nem, hát itt konkrétan ugye mi a tömeg, ami ezekben a képletekben a d per d tau valami szer u ezekben a képletekben, azt nevezzük tömegnek. Hát ide... Hogyha ide más jön ki, akkor az a tömeg, nem? Nem értem, mire gondolsz most. Ugyanezt a viszont, amit a skalármező és a klasszikus fizikai mennyiség között megmutattál, vagy most végig lehet számolni valamilyen, még nem mozgató mennyiség.
Tényleg nem értem, hogy milyen mennyiségre gondolsz. Hol jön bele az, hogy ez csak a tömeg lehet? Hát, mert azt hívom tömegnek, ami a mozgásegéretben ezen a helyen van. Erre a helyre az jön be, ami a számolásban ennek a célnégyzeted része. Tényleg nem értem. Igen? Bármilyen más konzervatív erőterem van. Igen? Itt a konzervatív terek azok nagyon nem akármilyenek. Hát lényegében ezek a gradiens jellegű terek, azok, amik a klasszikus konzervatív térnek a megfelelői. Az a skala, az egyértelműen megadja, hogy mi a, annak a, az a bizonyos, ami itt szerepelt, hogy a, lagra, a hatásintegrál ilyen, hogy valami függ a, egy skalár mezőtől, ez a rész, ez valami önkényesen megadott függvény, akkor ez lesz, ez a függvény lesz a tömeg. A töltés az az objektum, ami ott szerepelt való az E per C-nél. Az a négyes vektornak a négyes vektor mezőnek a csatolási állandó, az a töltés. Az ott van, az az E, az a töltés. Az a részecske töltés. Nem a tömegre alkalmazom, hanem ebből a Lagrange-ból kijön egy ilyen alakú egyenlet. Ami itt szerepel, azt hívom tömegnek. Hát mit teszek fel? Én teljesen általános Lagrange-t tettem föl, és a teljesen általános Lagrange-ból egy ilyen alak jön ki. Akkor ami itt szerepel, az játssza a tömegnek a szerepét, mert az az impulzusban az együttható. Na, akkor bocsánat, akkor hadd mondjam még itt a végét, mert tényleg nagyon csúszunk. Az a kérdés, hogy van-e, mondtam az elején, hogy van-e egy olyan klasszikus, tehát nem relativisztikus alakú egyenlet a Newton törvény helyett, ami tartalmilag azonos a relativisztikus egyenletekkel. Hogy néznek ki a relativisztikus egyenletek? Most már láttuk, hogy ilyen alakúak, tehát a variációs elvből is olyan alakúnak jönnek ki, hogy ez egyenlő FK-val. Az FK-t megadja a külvilág. Most akkor föntre írom az indexet, hogy szebb legyen az élet. Akkor ha ezt én visszaírom háromdimenziós jelölésekre, akkor ugye itt azt mondja az ember, hogy 1 per gyökször d per dt, itt van a tömeg, akkor a nulladik komponensben itt van egy c per gyök, a jobb oldalon van az erőnek a nulladik komponense, emlékszünk, az a teljesítmény per c per 1 per gyök. A másik az pedig 1 per gyökször d per dt-je, az m-szer a sebesség per gyöknek, egyenlő az erő per a gyök. Hát ezekkel a gyökökkel kiváló lehet egyszerűsíteni, aztán elkezdi az ember számolgatni, egymásba helyettesítgeti. Hosszú számolás után kapunk egy egyenletet, amire utána az ember a fejére csap, hogy hát mennyivel egyszerűbb lett volna. Térjünk vissza a legelejre. Az volt fölírva, hogy P egyenlő, most nagy M-mel írom, M-szer V per gyök, és E egyenlő M-szer C négyzet per gyök, és ebből kihoztam azt, nagyon egyszerűen egyiket osztom a másikkal, hogy P egyenlő E per C négyzetszer a sebesség. Jó, ne riváljuk ezt le, a rendszer idő szerint. DP per DT, az az erő, a hármas erő, definíció szerint. Az 1 per C négyzetszer DE per DT szer V plusz E szer DV per DT. Ez itt a teljesítmény, 1 per C négyzetszer, a teljesítmény szer a sebesség plusz E szer a gyorsulás. Tehát erő egyenlő 1 per C négyzetszer P szer V plusz E szer a gyorsulás. Ezt lehet rendezni a gyorsulás, ha éppen az ember akarja, A egyenlő 1 per E-szer, hogy van, az erő mínusz P per C négyzetszer a V. Ez a Newton törvény, vagy Olfton, vagy Newton, vagy ahogy jobban tetszik. Ez egy olyan, amelyben csak klasszikus mennyiségek szerepelnek, és úgy kell idealizálni, hogy az erőtér, amivel a részecske kölcsönhat, az megmondja a négyes erő komponenseit. A négyes erő, ugye az előbb az volt, hogy a négyes erő az egy gradiens, stb. Ahol az ember leolvassa ezeket a hármas mennyiségeket, és ebbe a képletbe beteszi.
És ez egy, bár nem látszik rajta, de ez egy kovariáns. Ugye az A meg a P meg az E meg az F azok nagyon csúnyán transformálódnak, hiszen négyes vektorok különböző, az A az nem is a négyes gyorsulásnak a megfelelő komponens, hanem annak valami bonyolult kifejezése. Az ember utána számol, hogy hogy transformálódik egy Lorentz trafó során a gyorsulás, hát az egy ekkora képlet. És az erő is, meg az energia, meg a sebesség, meg teljesítmény is ilyen törmelékei különböző négyes vektoroknak, és mind rondán transformálódnak, de kiderül, hogy ez a képlet, ez egy kovariáns módon transformálódó kép. A negyedik komponens azt viszont abból kapjuk, hogy le kell deriválni azt a képletet, hogy E négyzet egyenlő C négyzet P négyzet, meg M négyzet C a negyediken. Ha ezt lederiváljuk, akkor itt kapunk egy ilyen E DE egyenlő C négyzetszer PDP-t plusz M-szer DM-et, és beosztjuk DT-vel. És ez viszont azt mondja, hogy E-szer a teljesítmény plusz C egyenlő C négyzetszer P-szer F plusz M-szer az M derivált. Tehát akkor azt kell írni DM per DT. Innen lemaradt egy C a negyediken. C a negyediken, dm per dt, ezt ki kell így rendezni, hogy akkor E-szer nagy P mínusz F-szer, ezt vissza lehet itt helyettesíteni V-re, innen valahol mindegy, az impulzus per M, és akkor valahol kell még ilyen C a negyediken, ez a negyedik. És ez megint ez ugyanúgy csúnya egyenlet, mint amikor az elején mutattam, hogy ha a sebességet szétszedem abszolút értékre és irányra, hát most az impulzus van, vagy itt szétszedtük a mennyiséget tömegre és gyorsulásra, tehát az impulzus szétszedtük tömegre és sebességre, egyiknek a derivátja, másiknak a derivátja elég randán néz ki. Jó? Ez a két egyenlet az, ami összesen négy darab, és együttesen ekvivalens azzal az egyszerű relativisztikus egyenlet, amit középen föl van. A nagy pi az a teljesítmény, kis pi az impulzus. Egyik vektor, az F és P között skalárszorzat van. Na most amennyiben igaz az, hogy a teljesítmény, tehát a jobb adatot át lehet alakítani, olyasmi jelenik meg, hogy P mínusz, tehát itt most behelyettesíted a P helyébe ezt, ami itt volt, ezt ide behelyettesíted, akkor itt a jobb oldalon valami olyasmi jön ki, hogy van benne egy erő mínusz, nem, erőször V mínusz teljesítmény szorozva ezzel azzal. Klasszikusan azt szoktuk meg, hogy ez nulla. Jó? Az erőször teljesítmény, az egy erőször sebesség az a teljesítmény, és akkor nincs tömegváltozás egy ilyen klasszikus erőhatás, mint a súrlódás vagy ilyesmi hatására. Relativisztikusan ez nem biztos, mert ezeket a mennyiségeket a négyes erőből kell leszámasztatni, és hogyha ez nem nulla, akkor van, ebben van, benne van a Lovinsky-effektus. Jó, és akkor ezek között a mennyiségek között emiatt van még egy implicit kapcsolat. De ezek az egyenletek kovariánsak, olyan értelemben, hogy nem szembeszökően, de ha tényleg elvégzett az összes mennyiségre a neki megfelelő Lorentz-trafót, akkor ugyanezt kapod a másik rendszerbe. Tehát ezt felel meg a Maxwell egyenleteknek a háromdimenziós írásmódjának, ami tartalmilag azonos a sokkal egyszerűbb relativisztikussal, csak a hagyományos írásmódban van írva. Hát köszönöm szépen a figyelmet, ehhez az utolsóhoz még lehet kérdezni, ha valakinek van energiája. Igen? Azért szokták néha azt mondani, tehát egyik ér van mellett, hogy a elektrodinamika erő fogalma az, hogy ezek a fajta effektusok egy diszipatívak valamennyire találkoztál ilyen? Tehát ez most, amit most ez pont arra kívánok. Ezek pont részecskék. Most ugye annak idején a Marxék azt mondták, hogy szemléletesen úgy lehet elképzelni ezt a tömegváltozást, mintha a részecskét melegítenénk. Tehát ez az M, ez a belső energiája az objektumnak,
Tehát amikor az erő belső munkát végez, hogy nem merőleges a sebességre, akkor az a F-szer DR, DX, 4-es szordat, az valahogy a belső energiát növeli, és mivel ez egy fenomenológiai elmélet, nem szól semmit a részecske struktúrájáról, az a nagy M az egyszerűen tartalmazza a belső energiát. Tehát ilyen értelemben köze van a termóhoz. És ez, amit megtaláltam, hogy valaki a 30-as években, bocsánat, ez már a 70-es években volt, úgy osztályozta a relativisztikus erőket, hogy általában merőlegesek az erőre, de ha nem lennének merőlegesek, akkor úgy hívjuk őket, hogy melegítő erők. Ezt az ötletet találta ki rá. Jó? De aztán utána nem ragozta tovább a kérdést. Az pont ez. Igen. Csak itt a helyzeti energia az nem a energiához adódik hozzá, mert hogy miért? Mert a helyzeti, az energia az egy 4-es vektor nulladik komponense, ahhoz nem lehet hozzáadni egy skalár mezőt. A skalár mező ezért a energiát adódik. Hát olyan, mint amikor mondjuk Hamilton-Jacobi egyenletet akar írni az ember, ugye hogy néz ki a relativisztikus Hamilton-Jacobi egyenlet, ha ezt a képletet kell felírnunk, ezt az E-négyzetest, E négyzet egyenlő C négyzet, P négyzet plusz M négyzet C a negyediként, akkor ennek a helyére írom be, hogy a hatásintegrál időderiváltja, ennek a helyére, hogy a hatásintegrál gradiense, szer C négyzet plusz, stb. Na most, hogyha erőtérben vagyunk, azt az ember megszokta, hogy az impulzust ki kell cserélni P minusz E per C szer R-re, az energiából le kell vonnia meg E szer a hármas potenciált, és akkor most itt akkor az jön, hogy itt az M-hez hozzá kell adni, kis M-hez hozzá kell adni a G per C négyzetszer a Higgs mezőt, és annak a négyzetet C a negyediken, és ebből lehet Hamilton-Jacobit csinálni, hogyha skalár és, tehát elektromágneses és skalár mezőben mozgó részecskét akarsz vizsgálni. Ha meg még gravitáció is van, akkor ezeket a skalár szorzatokat a metrikus tenzorral kell fölírni, G felső indexessel, és az lesz akkor az átrenes mezőben mozgó részecskének a Hamilton-Jacobi egyenlete. Jó, tehát ez mutatja ezt a sémát, hogy a megfelelő mezőket a megfelelő, tehát a mozgást leíró megfelelő mennyiségekhez, az adott vektori típusúhoz kell hozzáadni, az elektrostatikust az energiához, a 3-as vektor potenciált az impulzushoz, a skalár potenciált, 4-es skalár potenciált meg a tömeghez. Jó. Oké, na hát köszi szépen. Atya világ, bocsánat. Szeretnék megvásárolni a Magyarországon megjelent harmadik magyar nyelvű alapítással megkönyvet a Raskó Péteren és a Novászin kívül az jöhet is mostanában. Ez melyik a térgyel mondanak? Magyar is Én vagyok egy megfigyelő, és hozzám képes nyugszni. És megmérem a tömegét, jelent ez. És utána ezt a részecskét elviszem valamilyen belőbe, megjáratom, és visszajön hozzám, megint nyugszik. És nem ugyan legyen. Ennek a körintegrálja a változás. És ha nem...